Bányi Zsolt vagyok, nem a Vas Gergő a képen, a képernyőn látszik, de most éppen én hátul rejtőzködöm. Gergő fog tartani egy második előadást most a fekete-fehér technikákról. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Előtte esetleg egy pár szót a Fotoklikről. Elkezdtünk egy sorozatot, aminek nagyon sok részét tervezzük. Egyrészt Gergővel, másrészt más fotósokkal is. Beszélgettem Egyfert Jánosról, ő szívesen tart tárlatvezetést és egyéb technikákat. Lesznek élménybeszámolók, szóval tartsatok velünk, és közben nyugodtan nézegessétek a 20 éves Fotoklikket, de 20 évnyi anyag van rajta. Nagyon sok videó, körülbelül 1000 videó, rengeteg előadás, szakmai előadások, fotópályázat, zsűrizés, nem is tudom sorolni, van YouTube csatornánk, van Twitter és Instagram csatornánk, ezekre mind mennek ki az újdonságok, erre iratkozzatok fel nyugodtan, sokkal gyorsabban meghalljátok, hogy észreveszitek az újdonságokat. Ha szívesen részt vennél a Fotoklik szerkesztésében, akár ilyen online műsorok szerkesztésében, mint ami most is csinálunk, akkor jelentkezz az infokuk az Fotoklikken, fotoklik.hu vagy fotoklik.eu, mind a kettő cím él, és örömmel bevonnálak akár a szerkesztésbe, akár ilyen műsorok előkészítésébe. Nagy segítség lenne ez mindenkinek, mert ez mindennyiunk érdeke. És akkor most átadnám a szót Gergőnek, aki már készen áll, és nagyon jó előadással készül. Szervusz Gergő, tiéd a szó. Sziasztok! Én Vas Gergely fotográfus vagyok, és több mint 12 éve hajlítom a fényt a profiligában. Aki nem követi a munkásságomat, annak hoztam egy kis ízelítőt, mi mindennel foglalkozom, vagy foglalkoztam idáig. Alapvetően a fő tevékenységem az esküvői fotózás, amit Magyarországon és a mediterrán térségben folytatok. De ezen felül foglalkozom egyedi portrék és úgynevezett imás fotózásokkal is, életképekkel kiegészítve, illetve adott esetben belső és külső területek fotózásával, például ingatlan fotózás, étterem, lakás, stb. A szolgáltatások közt megtalálhatók az eseményfotózások is, legyen szó banki, gasztró vagy akármilyen rendezvényről. Ezen felül fotós oktatásokat és fotós túrákat is szervezek. De nézzük is meg, miért vagyunk most itt. Azt hiszem, mindannyian egy cipőbe járunk most a koronavírusnak köszönhetően. Túlzás nélkül mondhatom, hogy összeszűkült az életünk, és a négy fal közé szorultunk. Éppen ezért arra gondoltam, hogy segítséget nyújt azok fotósoknak, akik eddig halogatták a tanulást, az ismeretek elsajátítását, vagy éppen csak tárolták az eddigi képeiket, hogy majd egyszer kidolgozzák. Ismerek én is ilyen személyeket, szóval itt a lehetőség, hogy elővedd a képeidet, és foglalkozz velük. Lássuk, hogy miről tanulhatunk ma. Köszönöm szépen, Zsolt. Közben én is elindítom magamnál az élőt, hogy lássam, hogy pontosan mi megy kifelé. Remélem, hogy mindenki már rá tudott kattintani a linkre, illetve a Facebookon is úgy látom, hogy elindult a közvetítés. Azt hiszem, hogy Vimeon keresztül teljesen jól megyünk ki, úgyhogy nem húzzuk annyira az időt, mert hogy azért vagytok itt, hogy egy picit elüssétek az időt így a karanténban, a fotókkal foglalkozzatok, majd persze a saját fotóitokkal, és tippeket, trükköket kapjatok, hogy mivel lehet jó minőségben editálni, vagy ízlésesen tálalni a fényképeket. A mai anyag az egy eléggé vaskos anyag, azt kell, hogy mondjam, ugyanis a fekete-fehér fotográfia van velünk a legrégebb óta, és ez a kép, amit kiraktam, így kapásból, és láthattok, ez nagyon-nagyon-nagyon szemcsés, alig látni, hogy mi van a képen. Hát bizony, ez 1826-ban készült egész pontosan, egy francia illetőségű ember, akinek most meg nem mondom a nevét, pedig begyakoroltam, egész délután itt ültem és gyakoroltam, de nem sikerült. Esetleg a Zsolt ki tudja mondani, akkor belecsatlakozik. Köszönöm, hogy És ezzel kezdtünk.
Ez a fénykép, amit láthattok, ez a fekete-fehér fotó, ez 8 órán keresztül készült. Tehát akkoriban ez volt a kezdeti leggyorsabb exponálási lehetőség. Hát ugye ma már el vagyunk nagyon kényeztetve, mert ugye a pillanatöltvész alatt elkészülnek a fotók. Természetesen, ahogy a fotográfia elkezdett fejlődni, ez nagyon gyorsan, főleg a daguerrotípiáknál már sokkal gyorsabb expozíciókat tudtak kihozni. És hozzátenném azt is, hogyha egy kicsit, nem sokkal, de egy kicsivel tovább megyünk, akkor egyébként nagyjából 30-40 évvel később már a színes fotók léteztek. Persze nem korán sem ilyen minőségben, ez, amit most éppen mutatok nektek, ez tulajdonképpen 1910-es évek környékén készült, azt hiszem valamelyik világkiállításon, látszik, hogy itt is azért viszonylag hosszabb expozíciót használtak, de ez már egy frankó színes képet jelent nekünk. Úgyhogy innentől belépett a színes világ is, de minket most a fekete-fehér érdekel, és a fekete-fehérnek azért eléggé hosszú múltja van, illetve nagyon sokan szeretik. De tulajdonképpen mi is szeretjük a fekete-fehér fotókat. Talán azért, hogyha így lebontok mindent róla, akkor azt tudom mondani, hogy talán azért szeretjük, mert nem egy túl bonyolult, egyből lényegre törő egy fekete-fehér kép. És ezt tulajdonképpen annak köszönhetjük, hogy két színnel dolgozunk, a feketével és a fehérre, illetve nyilván vannak turmusbeli különbségek, tehát a szürke összes árnyalata benne tud lenni. Viszont majd a fotók, amiket hoztam, majd ott látni fogjuk, hogy nem törekszünk arra, hogy a szürke összes árnyalatát megtaláljuk a képeken. Alapjában véve a fekete-fehér fotókat azért is szeretjük, mert meg tudja mutatni egy képnek a témának a drámaiságát is, és hogy nagyon tudja vezetni a szemünket. De mit értek ez alatt, hogy vezeti a szemünket? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a fekete-fehér fotóknál pont a fehér részek lesznek az, amit egyből a mi szemünk érzékelni fog, és arra fogunk fókuszálni. Tehát, hogyha fekete-fehér fotográfiába gondolkodtok, akkor legyünk tisztában, hogy milyen témákat szeretnénk filmre vinni. Ugyanis nem minden kép kívánkozik fekete-fehérre. Nyilván nagyon jól tudjuk, hogy több mint 100 évet uralkodott a fotográfiában fekete-fehér, és hát igazából ott is le tudták fotózni a zöld mezőt, tehát igen. De alapjában véve most már művészi szempontból is azt kell mondjam, hogy a fekete-fehér azért teljesen más gondolkodást kíván. Többen is ugye, többen a fotósok közül esküsznek a fekete-fehérre, illetve maradnak nagyrészt fekete-fehér formátumnál. Volt nekem egy barátom, a Balassa Laci, ő például abszolút fekete-fehérbe látta a világot a képeink keresztül, méghozzá nem hétköznapi módon. Tulajdonképpen én is szeretem fekete-fehéret használni, de valahogy mindig az editálás során dől el nálam, hogy fekete vagy fekete-fehér, vagy pedig színes lesz az a kép, vagy ennek valamilyen kombinációja esetleg. Tehát úgy fogalmaznám meg, hogy néha kap el az a hív, amikor azt tudom mondani, hogy igen, most látom így azt a témát a szemem előtt, és azt abszolút fekete-fehérbe. Tehát, hogy ez nem minden esetben szerintem fedezi fel mindenki. Vannak azért segítségek nekünk így a nagy világban, például teljesen vicces módon, amikor először ellátogattam Londonba, akkor egyből megéreztem azt a feelinget belőle, hogy hát London azért fekete-fehér, tehát azt így nagyon tudja adni, hogy csak bedobok egy nagyon-nagyon régi képemet, ugye elég ikonikus a Big Ben a háttérbe, illetve egy Black Cab látszódik így az előtérbe, illetve egy nagyon picit láthatunk a Double Deckerből is.
És igazából ez egy nem jó kidolgozott fotó, tehát így 10 éves távlatban azt kell mondjam, hogy ez nem jó kidolgozott fotó, de hogy látjátok a drámaiságát így a képnek, egy teljesen más karakterisztikát ad a képnek, mint hogyha ezt mondjuk megnéznénk színesbe, ez egy teljesen flat raw file, tehát ezen nincs semmifajta módosítás, ez a fényképezőgépből így esett ki. Láthatjuk, hogy a kettő között azért van némi hangulatbeli különbség, úgyhogy érdemes meglátni ezeket a pillanatokat, ezeket a témákat, hogy mi az, amilyen témáknál jól tud állni. Voltak olyan megrendeléseim, vagy olyan, olyan fotózásaim, ahol egy szintén egy vonalra felültettük az egészet, és azt mondtam, hogy igen, ez végig fekete-fehérbe fog menni. Ilyen volt például, amikor egy tetoválószalomba jártam, itt a tetoválómester, ez a Sárközi Zsolt, tulajdonképpen mindenki ismeri a szakmában, akik tetoválnak. Én nagyon örülök, hogy megismertem, mert iszonyatosan jó fej fickó, és baromi elérhetetlen, tehát abból a szempontból, hogy nagyon be van táblázó munkásságilag. Úgyhogy borzalmasan jó hangulatba telt ez az egész, szinte kezem alá játszott ez az egész helyszín fotók terén, és egyébként akin a tetoválás éppen végrehajtódik, az egyébként meg Sárközi Ákos, akinek több éven keresztül dolgoztam a keze alá fényképekkel, és elkísértem az egyik ilyen varrására, tehát a tetováló szalomba, és egyébként nagyon vicces, mert ugye névrokonok, tehát mind a kettő sárköziek, tehát keresve se tudtunk volna találni jobb ilyen összefüggéseket így az életbe. Na, kanyarodjunk egy kicsit vissza ugye a fekete-fehér fotózáshoz, illetve az editáláshoz. Van nekem egy, még mielőtt belevetném magunkat teljesen a fekete-fehérbe, van egy pici elmaradás, azért reagáltatok vissza, reagáltatok kérdésekre, hogy miket szeretnétek, mikről szeretnétek tanulni, miket szeretnétek látni még, és hát felvetődött olyan metódus a Lightroom-ba, amiről szeretnék szót ejteni, hogy ne menjünk el mellette. Közben próbálom csekkolni, hogy mennyire megy az élünk. Úgyhogy egy nagyon pici türelmet hadd kérek, hogy lássam, hogy hol tartunk. Nagyon jó, szuper. Szerintem rendben van, súguk a füledbe. Jó, nagyon jó. Nagyon sokat kérdeztétek a preszeteket. Én a preszetekről nem akarok ódákat zengeni, meg nem akarok nagyon sokat beszélni, azért csak akarok nagyon sokat beszélni, mert ugye lépten nyomon ezzel találkoztok, akár a Lightroom-ot nézzük, ugye felmentem különböző weboldalakra, akkor ilyen törzs le ezt a presetet, azt a presetet. Először is beszéljük arról, hogy mik azok a presetek. A preset semmibe, tehát az egy olyan fájl, ami igazából azt tartalmazza, hogyha megnyitunk egy Lightroom-ot, és látjuk ugye a kezelőfelületen a csúszkákat, akkor tulajdonképpen én azt mondom, hogy ezt most a highlightból lehúzok, a shadow-t kicsit föltulunk, egy kicsi black-et ráhúzunk, akkor ezek bizonyos értékeket képviselnek, és igazából mondjuk azt, hogyha lenne egy olyan TXT fájlunk, ahova ezek beleíródnak. Tehát a preset-be igazából azokat fogod látni, ezeket az értékeket fogod látni, hogyha egy ilyen preset fájlt kibontasz. Ugye végtelen mennyiségben, hát nyilván amennyit állítottál a nullához képest, akkor azok mind megjelennek plusz vagy mínusz értékekkel. Tehát igazából nincsenek nagy varázslatok a presetnél. Tehát ugye kezdhetnénk azzal, hogy ez after, before, pif, rányomjuk a presetet, szuper. Ugye az Instagram az, amelyik baromi módon nyomatja ezeket a filtereket, úgymond, amik tulajdonképpen presetek, és mindenki eszeben módon megy, és nyomja, és át se gondolja, hogy az esetleg tényleg jól áll a képre, ránéz, ugye jól lesz, mert ráhúzunk, kész.
Tehát összességében azt mondom, hogy én nem nagyon szeretem pluszereket használok, de azt mondom, hogy inkább megpróbálok sajátokat gyártani, sajátot csinálni. És akkor erre jött a kérdés, hogy jó, de hogy tudunk preszeteket létrehozni, hogy tudunk csinálni preszeteket. Lightroom-ban ez egy baromi egyszerű történet, ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Hogy értsétek, addig még azt szeretném elmondani, hogy azért eléggé káros hatása van ennek a preset mániának, vagy pedig az Instagramon a filter mániának, mert hogy agyatlanul használják az emberek, és tolnak rá mindenfélét, és ezért így vagy úgy néznek ki a képek, sokszor elég olyanok, hogy azt tudod mondani, hogy inkább kimennél a WC-re teljesen joggal. És miután az interneten teljesen rá vannak állva különböző cégek, hogy preszeteket adjanak el, tehát nyilván ennek van egy anyagi vonzata, vannak ingyenesek és vannak fizetősek, és hát az a helyzet, hogy néha ilyen nagyon botrányos, meg olyanokkal lehet találkozni, ami igazából semmilyen módosítással nem bíró történet. Amit szerint kicsit ilyen átverésnek gondolok, és ugye azon embereknek értékesítik ezeket, akik mondjuk negyed annyit sem másznak bele így a Lightroom-ba vagy a Photoshop-ba. Tehát, hogy, mert igazából, hogyha beütöd azt, hogy preset készítés vagy ilyesmi, akkor tonnával fognak kijönni a tutoriálok. Tehát, hogyha valaki végtelenül lusta, akkor nem fog sajátokat készíteni, akár a Lightroom vagy a Photoshop-ba, vagy akármi. Egy pozitív azért hozadék azért tud lenni, hogyha azért egy anyagot elképzelünk egyfajta stílusba, itt most azért nem az egykaptafára készülő esküvőanyagokról beszélek, ahol gyakorlatilag látszik, hogy milyen színcsatornák vannak lehúzva, és akkor ez most az új trend, és akkor most ez alapján megy így a dolog, ezeket is meg tudod otthon csinálni egyedül. Tehát nem kell hozzá megvásárolni feltétlen, hanem ezt ki tudod tapasztalni, és akár sokkal jobban tudsz saját magad otthon csinálni. Itt van például egy példa, amiben így belefutottam, nézzétek meg, before, after, van itt egy képünk, amit ha így esik ki a fényképezőgépből, mint ahogy ez így néz ki, akkor ott valami nagy gáz van. Akkor mind a fényképezőgéppel, mind a fotóssal, mindennel nagy gáz van, hát, és akkor ezt hívjuk arra, hogy szarból várat építeni. Hát én azt gondolom, hogy ez nem túl jó reklám, maradjunk ennyibe. De mehetünk tovább, például olyan képekre, ahol igazából, ha ránéztek itt, van egy fletes, tehát azért mondom, hogy fletes kép, a RAW file kijön valamilyen beállítások nélkül, RAW file, így fogjuk meglátni a monitoron, nyilván tudjuk, hogy ez nem így néz ki, nem így nézett ki a valójába, viszont a plusz és a mínusz értékekkel, tehát akár, hogy csak itt megnézzük, hogy adunk neki kontrasztot, egy kis clarity, akármi, és egyből így fog kinézni. És ez nem varázslat, nem kell ehhez megvásárolni a presetet, egyszerűen csak gondolkodni kell, vagy egy picit ismerni a Lightroom-ot, vagy a Photoshop-ot, és egyből így fog kinézni a képünk. Tehát próbáljátok meg nem bedőlni ezeknek a dolgoknak, és nem összehalmozni a hard drive-otokon 17 gigányi felesleges presetet, amit utána be akartok rakni mondjuk egy saját fájlokba, és akkor utána ezt itt végletekig lefelé tudtok majd görgetni, és mindegy, ezt rátok bízom, teljesen felesleges. Én nagyjából egy darab kedvenc presetem van, ettől nagyon ritkán esetleg projektekre szoktam eltérni, és akkor kiválasztok egyet, és azt átalakítom, és azt használom. És az a preset, amit én használok, ami így kedvenc, az igazából tudom, hogy melyik területeken tud érvényesülni, például autós közegben tud érvényesülni, illetve néha esküvőknél tudom használni, vagy pedig nagyon ritkán épületes, vagy egyéb ilyen fotóknál. Tehát, hogy maga ennek a presetnek a karakterisztikája nekem azt mutatja, hogy azt arra így szerintem jó használni, és épp ezért én csak ezeken a fotóimon használom. Tehát, hogy próbálok maradni mindig annál a stílusnál, hogy
hogy fogalmazzak, hogy felismerhető legyen a munkám. Ez egy elég fontos dolog, ez ugyanaz, mint hogy ne feltétlen keverd az átadott anyagaidba a feketefehér színes képeket, vagy pedig a preszetelt és nem preszetelt, vagy pedig az így preszetelt képeket. Szóval észre kell használni ezeket a dolgokat. A képernyőn, ha érdekel. Itt, hogyha megnézitek ezt a két képet, ugye after, before, tehát ezt a Lightroom-ban is van ilyen lehetőség, egymás mellé tudjátok rakni azt a flattes képet, ami kijön a fényképezőgépből, tehát hogy ezt én így exponáltam ki abban a pillanatban, illetve itt van már egy editorált verziója a dolognak, ebben már rajta van az én kis filterem, és még egyéb módosítások is történtek a képek, ebben most nem akarok belemenni, ezt majd akár egy másik anyagba, vagy előadásba el fogom mondani, de ha megnézitek, akkor tehát, hogy nálam az autós képek legtöbbje így néz ki. Tehát, hogy én ezt a stílus varázsolom mindegyik képre, és így használom. És ahogy mondtam, emberre is nyilván tudom használni. Ez is szintén egy autós rendezvényen készült. Itt is nagyon jól érvényesült. Ennek a presetnek van egy ilyen sárgító hatása, nagyon szépen kidobta ugye a hölgyeménynek a sárga blúzát, és egy nagyon picit módosítottam a háttérben lévő autó, hogy jobban elváljon a háttérből, hiszen ez is hozzátartozik a témához. Még egy kép, és hogyha itt megértitek, hogy hogyan kell rosszul exponálni, azt itt bal oldalon szinte tökéletesen össze is hoztam, tehát egy hangya pötit felül exponáltam a történetet, de egyébként magában már nyilván RAW file-ban van nekem, amikor a presetet ráhúztam, akkor én még tudok módosítani, így például megnézzétek, nagyon szépen megjelennek az élfények, stb. Rajta, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha észre használja az ember, akkor mindent is megkapunk. Jó, akkor még amennyit a fekete-fehérbe beleugranánk, azelőtt még a presetek, illetve a shell preset készítésről, akkor hoznék egy ilyen saját megoldás, ez az Adobe Lightroom-nak a megoldása, bocsánat, pillanat iszom. Oké, tehát, hogy hogyan készíthetünk saját presetet, akár úgy, hogy nekünk van egy a listából kiválasztandó preset, és egy picit átdolgoznánk. Először is mondjuk úgyis ma fekete-fehérről beszélünk, nézzük meg a fekete-fehér editorálási lehetőségeket a Lightroom-ban. Nagyobb részt nem a Lightroom-ról fog beszélni, azért nem, mert nem szeretem a fekete-fehér konverzióját. Mondjuk azt, hogy béna vagyok hozzá, de nem, majd elmondom, hogy miért. Oké, először is. Hogyha én bármilyen más alappresettel dolgoznék, mondjuk itt van egy kis kedvencem, amit szoktam használni, hogyha erre rányomok, akkor puff, rátette a képre. Innentől kezdve azt tudjuk, hogy ennek a képnek különböző módosításai történtek a beállításokban, de nyilván ehhez hozzá tudunk még nyúlni, és azt tudjuk mondani, hogy nekünk már pedig ez most, mit tudom, hogy így tetszik. Ez most nem sok editálás volt, mint láthatjátok. Kicsi kontrasztosabb képlet, bla 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 bla. Tehát így is, ezt a beállítást is el tudjuk menteni. De ugye fekete-fehérről akarunk beszélni, akkor a következőről van szó. Azt mondja, hogy közben Zsoltot szeretném megkérni, aki itt a háttérben szerintem figyelgeti, hogy mi történik, hogy van-e lehetőségünk, vagy tudjuk-e, hol van az a felületünk, ahol esetleg chatben bele tudnak kérdezni. Ezt ugye itt az élőadás alatt, illetve a weboldalamon megosztott élőadás alatt is elvileg tudtak írni kommentet. Szeretném, hogyha hozzá tudnátok szólni. Vagyok egyébként. Oké. Tehát igazából nekem az a felület kellene, ahol hozzá tudnak írni. A Facebookon is?
Facebookon, igen, Facebookon is, hát nem A tudom, írtam. Fotoklik Facebookon is föl tudnak tenni kérdést, és a Fotoklik eseménynél is föl tudnak tenni a Jó, Fotoklik.hu akkor oldalon. a Fotoklik fotó kéne az a link nekem, Zsolt. Tehát Fotokliknél. Főoldalon ráböksz az eseményre, a főoldalon itt van egy narancssárga esemény. Jó, oké, vagy az élőre rákattintok, azt Vagy egy gondolom. ember. Jó, nagyon jó. Oké, látom, hogy már van egy-kettő komment. Szuper. Oké, látom, hogy technikai dolgok elhangzottak. Jó. Igen, Andrea föltette azt a kérdést, hogy a preset a Lightroom-ban hasonló-e, mint az Action a PS-ben. Igen, egy az egybe ugyanarról van szó, más a Photoshop-nak a metódusa, máshogy működik, mint a Lightroom, de ugyanazt a célt szolgálja. Úgyhogy az a válaszom, hogy igen. Jó, visszatérünk ide a Lightroom-ba, és azt mondom, hogy legyen egy fekete-fehér konverziónk. Az első alapvető klik, az itt fönt a Basic-ben található a Black and White, tehát el se lehet téveszteni. Ha azt mondjuk, hogy átkattintunk ide, akkor elvileg kapunk egy fekete-fehér képet, elvileg. Sokszor kihangsúlyozom, ugyanis iszonyatosan messziről bűzlik mindig az, amikor látok egy képet fönt az interneten, és egyből látni az, hogy valaki ezt a Lightroom-ba csak annyit csinált, hogy Black and White-ra rákattintott. És azért nem okés ez teljes mértékben a fekete-fehérre, mert én itt egy kalibrált monitor előtt ülök, és egy olyan, mint hogy egy szépia képet nézegetünk, tehát van rajta egy barnás felület, színvilág. Nem tudok máshogy mondani, ami szörnyű. Tehát tegyük hozzá, hogy nem, ez így nem oké. Most direkt fogom és kireszetelem a képet. Tehát itt a reset gomba visszaállítom a képet a nullás állásba, tehát ami a RAW fájlból, ami kijött. Ugyanúgy rákattintok a Black and White-ra. Itt gyakorlatilag már picit közelebb áll a fekete-fehérhez, de hogy hogyan tudjuk ezt editálni? Hát ugye előbb beszéltünk a presetekről, hát váratlan módon van alap beépített a Lightroom-ba, mégpedig itt találhatjátok a presetek között a Black and White-ba. Van egy lensképes megoldás, tehát hogy ez egy gyári értékeket képvisel, tehát azt mondták a Lightroom programozói, hogy akkor ők így tudják elképzelni ezeket a képeket ezekkel a beállításokkal. Van egy ilyen nagyon kontrasztos képünk, van egy más, ez ugye már kicsit inkább ilyen hogy hívákhoz hasonlítható, egy ilyen kereszt editált képhez, egy low kontraszt, ugye amikor nincsenek kontrasztjaink, egy teljesen flat kép, szoftos, tehát itt le van lágyítva a kép, mint az állat, egy infra imitáló, hát azt se ezt használnám. Egy szelénium tóm, ami már ugye színeket tartalmaz, ez egy szépia, ami ugye a szépia tónus tartományaiba dolgozik, és egy splitton, tehát túl sok lehetőségünk nincsen, hát nyilván alapra ezek is jók. Ezek majd vissza fognak köszönni nem sokára abba a programba, amit majd akarok nektek megmutatni. Maradjunk egy ilyen high kontrasztos képnél. Ha fekete-fehérre átmódosítottuk a képet, akkor én a következőt vagy használunk egy presetet hozzá, vagy pedig a nullából indulunk tovább, és akkor szépen itt legördülünk, akkor a Black and White-nál érdekes módon előbukkan egy menüsor, ahol azt látjuk, hogy színcsatornákat módosítunk, de hát hol nincsenek színek, de hogy nem vannak színek benne. Ha beállítjátok a fényképezőgépeteket, itt főleg azokra gondolok, akik ugye RAW fájlt ki tudnak nyerni a fényképezőből,
és a menüjében, a fényképezőgépben beállítjátok azt, hogy fekete-fehérbe fotózom, mert hogy tud ilyet. Sőt, olyat is tud, hogy meg tudjátok adni, hogy fekete-fehérbe fotózzon, de van nekünk egy elmentett állásunk, amiben 4-es kontraszt van rajta, a highlight az lekerül mínuszba, stb. Ezt is képes eltárolni a fényképezőgép, és ezek a programok tudják editálni. De egyébként, hogyha a fekete-fehér kép, amit te ott fekete-fehér nem fogsz látni, és átmented a számítógépre, és beolvasod például a Lightroom-ba, vagy a Photoshop alá, akkor egyébként ne lepődjetek meg, hogyha reszeteltek a képet, és a színes kép lesz ott. Ugyanis ez így van. Tehát, hogy a színes kép, ő mindenféleképpen színes képet ment a fényképezőtök. Közben ránézek, hogy van esetleg valami újabb szöveg, de lehet, hogy le kell frissítenem, úgyhogy egy kis technikai na, most eltűntek a kommentek. Nagyon jó hangzik. Hintőrebb nyugodtan nálam megvannak. Nem tűnt el? Jó, megvan. Picit lassabb a gép most érthető okokból. Na, térjünk akkor vissza ide. Tehát, hogy megjelenik itt ez a BV-s a beállítási lehetőség, és a színcsatornákat tudod módosítani. Például mi történik akkor, hogy kéket módosítunk, hogy hol van kék, tehát nyilván az égen van nekünk kék. Mi fog történni? Nagyon jól látható, hogyha elkezdem lefele húzni, akkor így az égnek a kéksége, sötétsége módosul, és be tudjuk állítani egy olyan értékre, amire mi szeretnénk. Akkor mi a helyzet például mondjuk a narancs és a sárgával? Ugye itt a képen hol lehet? Egyébként itt a falaknál van narancs, illetve sárga szintónusunk, és ott a távolban is végig, mert hát itt Máltán Valetta az erősen ugye ilyen homokkőből épült történet, ami általában ugye sárga szín. Elkezdjük ugye itt is az értékekkel, elkezdünk itt játszani, és egyből látjuk, hogy olyan, mintha a shadow-t húznánk balra-jobbra, tehát világosabb területek nyernek teret maguknak. Itt is gyönyörűen látszódik. Tehát ha leviszük egész minuszba, akkor látjuk, hogy nagyon bebukik a háttérben. Nyilván az az érték nem kell nekünk. Tehát egyéni ízlés szerint ezeket az értékeket be fogjuk tudni állítani úgy, hogy mi szeretnénk. Például itt a rednél, ugye a vörösnél, vagy a pirosnál, én tudom, hogy ez a bója, ez itt piros színben volt, és nagyon szépen látszik is, hogy ezt visszahúzom egy mínusz 60-as szintre, akkor minthogyha az már egy piros lenne, tehát mondjuk azt, hogy az editálás során megtartjuk azokat az információkat, ami ráutalhat arra a dologra. Egyébként, hogyha egy nagyon szépen elkészített fekete-fehér képet nézel, illetve nagyon sokat mixelsz, tehát fekete-fehérben is, és színesben is dolgozol, akkor akár képes leszel meglátni a színeket. Tehát ilyen teljesen jól el lehet játszogatni ezekkel a dolgokkal. Természetesen itt a képeknél bele tudunk nyúlni mindenféle brush eszközzel, vagy egy félszűrővel, akár egy félszűrővel is. Most ebben nem akarok belemenni, hanem tényleg itt csak az alapszintű dolgokat akarom módosítani. Azt mondom, hogy kicsit textúrát nyomok rá, hogy jobban kijöjjenek itt a fal részletek, meg itt ott tamot. És akkor azt mondom, hogy létrehoztam egy olyan alapot, amit én szeretnék az anyagomban felhasználni korlátlan mennyiségben a következő képeknél, akkor mit csináljunk? Hát mit csináljunk? Mentsük el egy külön presetnek. Hogy tudjuk elmenteni? Nagyon egyszerű a dolog. Följövünk ide az Develop menüpontba, és azt mondjuk, hogy New Preset. Fel is dobjét, át is nevezhetjük, azt mondom, hogy fekete-fehér alap, legyen ez a neve, alap 1 mondjuk. Ugye szeretjük mi fotósak ezeket meg a Photoshopba, ezeket az elnevezéseket, 1, 2, meg stb. Mi történik itt most?
tulajdonképpen annyi történik, hogy itt a settings-en belül, tehát minden ilyen érték, amit itt a jobb oldalon állítottunk, azokat az értékeket el tudjuk menteni, és át tudjuk vinni egy következő képre. Ugye erről már beszéltünk itt a HDR fotózásnál, hogy itt is neked kell tudni, hogy milyen értékek maradjanak bekattintva. És én azt mondom, hogy nálam így néz ki az alaptörténet. De viszont, hogyha ha egy anyagba dolgozunk ott, ahol mondjuk transformációk is történnek, például a képeknél bizonyos fajta dőlések, stb. Vannak korrigálva, akkor azokat is át lehet vinni, de ezt alapesetben nem szoktam beklikkelve hagyni, nehogy az legyen, hogy valami alatt átvigyek egy másik képről, ami nem kell nekem. De szóval gyakorlatilag ezt lehet egy kicsit jobban áttanulmányozni, és azokat beklikkelgetni, amit is szeretnétek. Most azt mondom, hogy elneveztük ugye fekete-fehér alap 1-nek, itt ki tudjátok választani, hogy hova mentse, melyik csoportba. Nekem van egy, illetve nektek is van egy olyan user preset, én oda akarom ezt bementeni, azt mondom neki, hogy create, oké, akkor ő csinált nekünk egy presetet. Na most ez hol lehet? Ugye itt van a user presets, és itt meg fogjuk találni. Ez egy fekete-fehér porba, itt van a fekete-fehér alap 1. Tehát, hogyha én mondjuk kireszetelem ezt a képet, és azt mondom neki, hogy hú, hát akkor én most presetbe akarok dolgozni, mert itt van nekem 48 ugyanilyen képem, és nem akarok bohóckodni, mindegyiket úgy, hogy ugyanarra az értékre beállítani, akkor azt fogom mondani, hogy kikeresem ezek közül azt a presetet, amit létrehoztam, most a fekete-fehér alap 1-et hoztam létre, és ahogy rákattintottam, ő már megkapta azokat a módosításokat. Így azért sokkal jobban lehet haladni, nem? És akkor mutatok még valami másikat, kérdezhetelem. És azt mondom, hogy nekem van a saját kis kedvenc presetem. És ezt elkezdem eredetjálgatni. Most csak behúzok egy-kettő dolgokat, amivel kicsit ilyen tetszetősebbé alakítom a képet az én szememnek, az én képi világomnak, és akkor azt mondom, hogy na, ez fajn, fasza, szeretném ezt elmenteni, ugyanúgy bementek, ugyanúgy new preset, és ugyanúgy elmentitek. Úgyhogy ennyire könnyen és gyorsan lehet editálgatni. Volt még egy kérdés a múltkor, ugye ezeket később kaptam, ezeket nem most az élőadás alatt. Ha most az élőadásban van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl, és megpróbálok rá válaszolni, illetve megoldást mutatni erre a dologra. Közben rá is nézek, hogy írtatok-e azóta. Hát nem úgy látom, hogy gyülekeznének a kérdések, tehát nincsenek kérdések, tehát minden érthető, szuper. Jó, tehát volt egy olyan kérdése valakinek, már nem emlékszem, hogy kitette föl, hogyha kötegelten szeretnétek a preseteket, vagy ezeket a beállításokat, amiket létrehoztatok, továbbvinni képekre, akkor ezt hogy tehetitek meg? Nagyon egyszerű a dolog. Ez is már a HDR adásban benne volt, de egyébként meg Lightroom alap dolog, hogy a Command-C Windows-os, szegény Windows-os felhasználóknak Shift, Command-C, akkor feldobja ugyanezt az ablakot, hogy a beállításokat kopizza át. Én azt mondom, hogy oké, ezt mind szeretném átkopizni a következő képekre, legyen szó 2 vagy 5 milliárd darab, teljesen mindegy. Akkor a további képeket, én most ezeket a demo képeket használom, nézzétek el nekem, kijelölök, úgy tudom kijelölni, hogy egyet kijelölök, utána megnyomom a Shift gombot, és utána kettővel még arra megyek, tehát összesen 3 darab képre akarom ezt átvinni. Akkor rákattintok ide a harmadik képre, ugye kijelölődik a 3 kép, és azt mondom neki, hogy jobb klik a Develop Settings-ben,
pedig ugye másoljuk a beállításokat. Tadá! És ezeket a beállításokat egy kattintással átvitték. Innentől már csak finomítanunk kell a képeket. Tehát ennyire egyszerű. Remélem, hogy meg tudtam válaszolni, nem tudom kinek a kérdését, aki feltette a múltkor, de szerintem így most már érthetőek a dolgok. Jó, ezeket visszaállítom. Oké. Na, és akkor most azt gondolnám, hogy ugorjunk fejest az igazi fekete-fehér világban. Ugyanis én elmondtam, hogy nem nagyon tetszik nekem a Lightroom-nak a fekete-fehér konverziója, illetve kicsit kevesebbnek gondolnám a lehetőségeket, és egyben bevallom nektek őszintén, hogy baromi lusta vagyok, és hát mindig keresem azt a megoldást, amivel gyorsabbá tudom tenni a saját munkámat, vagy egyszerűbbé tudom tenni. Megint visszatérek egy kicsit szegény megboldogult Balassa Laci barátomhoz, aki nagyon jól összefoglalta igazából az editáláshoz kapcsolódó egy gondolatát, hogy ha visszamegyünk 400 évet, a 450 évet az időben, és Michelangelo-nak így odavisznek egy olyan vésőt, amivel jobb szobrokat tud csinálni, vagy akár egy másik eszközt, amely jobban tud festeni, akkor nem használta volna? Dehogy nem. Viszont érdemes megtalálni, hogy mi az, ami fekszik neked program, és tudsz dolgozni, és ami a kezed alá tud dolgozni, és még szép végeredményt is tudsz létrehozni. Hát így van nekünk fotósoknak ez, hogy folyamatosan tanulnunk kell, és haladnunk a technikai dolgokkal. Bár az a program, amit én mutatni fogok most, nem egy friss program, tehát nem tudom, vagy legalább 6 éves körülbelül. Tehát, hogy azóta kim van, azóta már a második generációját éli, az még nekem nincs meg, nekem még csak az első generációja van meg. Ezt a programot egyébként úgy hívják, hogy Nik Software, Nik Collection, és ez úgy készült el, hogy ez még magánfinanszírozással készült, tehát létrehoztak erre egy céget, létrejött ez a szoftver, viszont utána a Google úgy döntött, hogy hát ez nekem nagyon tetszik, ugye ismerünk egy pár ilyen megoldást, és hogy mi lenne, ha megvennénk, hát és egyébként nem voltak hülyék, hogy ne adják el, úgyhogy eladták, és gyakorlatilag a Google-hoz átkerült ez a szoftver. Ők még nem nagyon másztak bele az első generációnak a fejlesztésébe, az upgrade-be, hanem a másodikba volt már benne a kezük. És az első generációt azt egy ideig fizetős volt, aztán utána úgy döntött a Google, hogy nem adja fizetősnek, tehát hogy ingyenes. Ez körülbelül másfél évig így volt. Aztán utána megint visszavette, mert hát nyilván ők már készültek arra, hogy a kettes generációra kattintsanak tovább, és ezért most akár az egyes generációt is bizonyos helyeken pénzért adják, de én adok nektek egy linket, mind Windows-os és mind Mac-es felhasználóknak, ahonnan le fogjátok tölteni tölteni az ingyenes verziót, tehát semmi fajta fizetési kötelezettségetek nem lesz. Ezt majd bele fogom rakni a linkbe, meg Zsoltot is megkérem, hogy valahova tudjuk behelyezni, akár a fotoklikken, vagy ilyesmi. A Zsolt már megkapta ezt a két linket, úgyhogy én nagyon szívesen ajánlom, hogy töltsétek le és ismerkedjetek vele. Ebből a preset csomagból, mert hogy itt a preset csomagról beszélünk, most alapjába véve a Silver FX Pro-ról fog beszélni. A Silver a nevében is benne van, ez fekete-fehér képkidolgozást jelent. Tehát gyakorlatilag ők létrehoztak egy olyan plugin csomagot, ahol a fekete-fehérbe tudunk gondolkodni. Na, akkor nézzünk egy kicsit bele a gyakorlati dologba. Hoztam itt nektek egy képet, ezt
Ez egy 50 méter magas lift egyébként itt Málta szigetén, és egy baromi jó mintázatú, baromi jó kialakítású építmény. És nekem ez baromira tetszett, nyilván eltöltöttem egy kis időt, körbejártam, és különböző fotókat készítettem. És ez a teljesen flat kép, ami kiesett a fényképezőmből, úgyhogy ebben még nem nagyon egyáltalán nem nyúltam bele. Most megmutatom nektek, hogy egy picit a színes felé, hogyha elhajlunk, hogy milyen editáció lehet, és milyen az, amikor egy fekete-fehér konverzió történik a Silver FX-ben. Mennyire más karaktere lesz a képnek, mennyire a témának egész pontosan. Milyen lehetőségeink vannak, azt is el fogom mondani a programban. Itt azért tömérdek hiba van benne, én már látom, mert ezt elég régen csináltam, de azóta már azért különböző trükkökkel tudok problémás felületeket kezelni, meg hát itt láthatjátok, hogy például nem nagyon szedtem ki az érzékelőről lévő koszokat, stb. Na, tehát itt van nekünk a színes alapunk, hogyha ezt egy picit gatyába akarnám rázni, akkor szokás szerint azt tudom csinálni, hogy egy-két átlagos értéket beállítok, amit szoktam egy kép esetében. Hát látjuk, hogy itt a túl sokat nem tudunk kihozni, ez ugye akkor lett volna még tökéletesebb, hogyha ha kevesebb felhő van, picit több az égnek a kéksége, hogy színes képként jobban domináljon ez az egész. Most azért mondom, hogy csak egy ilyen sima, valamilyen alapot összedobáltam. Igazából az tűnt föl nekem rögtön így a legelején, hogy nekem tetszett ez a kép, de valahogy mégse. És ahogy így ültem, viszonylag gyorsan bekattant, hogy hát ez fekete-fehérben nagyon brutál lesz. Úgyhogy kezdjünk hozzá. Annyit elmondanék a telepítőkről, miközben itt közben végig visszanézek, hogy van-e esetleg kérdés. Bátorítanék mindenkit, hogy ha van kérdés, akkor írjatok a kommenthez legalábbis. És egy-két zavaró tényezőt én távolítottam itt a... Jó. Pillanat türelmet, és akkor mindjárt látom, hogy esetleg van kérdés. Nagyon jó. Így van, András Nasradi azt kérdezte, hogy a Nick Collection Silver FX Pro-t használom. Igen, én ezt használom. Úgyhogy erről fog beszélni. Nekem ez nagyon bevált, úgyhogy nagyon szeretem ezt a programot. Jó, térjünk vissza az editáláshoz. Ja, igen, azt akartam még elmondani, bocsánat, hogy itt csapongok. A telepítőt, amikor ti ezt feltelepítitek a gépre, akkor ő meg fogja kérdezni, hogy milyen programokhoz szeretnéd társítani, el tudod dönteni azt, hogy a Lightroom-hoz társítod, el tudod dönteni azt, hogy a Photoshop-hoz társítod, vagy akár mind a kettőhöz. Igazából tök jól átjárható, tehát hogyha Photoshop-ba dolgoztak, akkor onnan is át tudjátok dobni Silver FX Pro-ba, vagy bármelyik más pluginjébe. Úgyhogy az a lényeg, hogy a telepítésnél ugye adjuk meg, hogy mi az a főként az a program, amivel használni szeretnénk. Hogy miért kell ezt megadni? Ez nagyon egyszerű, hogy újraindítás során azt fogjátok látni, hogyha itt vagytok a képnél, egy jobb klikket nyomtok neki, akkor az fog történni, hogy kicsit elvesztem itt, mert háromféle dolgot próbálok egyszerre csinálni.
hogy hol szeretnénk editálni, azt ugye ki tudjuk választani. Az alap ugye nálam az, hogy a Photoshopba esetleg tudjuk editálni, és szépen ide bekúsznak ezek a pluginek, amiket tartalmaz a Nik Collection. De mi azt mondtuk, hogy ugye mi szeretnénk a Silver FX Pro-t használni, akkor ha rákattintunk, akkor következő dolgokkal fogtok találkozni. Nem biztos, hogy ugye ez az ablak fog neked feljönni, mert lehet, hogy Windows-nál máshogy fog nézni, tehát máshogy néz ki, de viszont beállítások tekintetében nagyjából ugyanezek lesznek. Ha ugye választhatsz, hogy milyen formátumban rakja ki az editáláshoz a képet, TIFF, PSD vagy JPEG. Na most JPEG-et nyilván nem akarunk választani, mert azt fogja tartalmazni a legkevesebb változtatási lehetőséget. PSD, illetve TIFF, én azt mondom, hogy a TIFF az tökéletesen jó, ugye a nyomdák nagyon szeretik használni, és a lehető legtöbb információt meg is tartja. Itt a színmélységnél 8 vagy 16 bit ezt be lehet állítani, igazából szerintem a fekete-fehéren azt a 8 bit is már bőven elégnek kell lennie. A resolution, illetve a PPI, tehát az, hogy milyen pixel értéken menjen ez ki, az a Canonnál 240 dpi, azt hiszem, hogy talán Fujiknál 300 dpi, de nem vagyok benne biztos, de talán Nikonnál ott a 300 dpi, tehát hogy igazából ezt nem érdemes bántani, ezt akarom csak kihozni ebből az egészből. És ugye, miután a TIFF az egy tud tartalmazni kompressziót, ebben most nem akarok belemenni, tehát bizonyos fajta tömörítési algoritmust be lehet neki állítani, így ezáltal kisebb fájméret mellett nagyjából ugyan beállítási, hogy ugyan a lehetőségeink vannak, ugyan a minőség megtartás mellett. Erről szerintem inkább azok tudnak beszélni, akik fotóeditálásban dolgoznak, DTP és a többi. Én ezt általában nem szoktam alkalmazni, ezt az úgynevezett zip tömörítést, lehet, hogy kéne, én azt hiszem, hogy fájméretben nem volt egy égre szóló különbség. Jövőtten kapcsoljuk be. Nagyjából úgy számoljatok, egy fekete-fehér TIFF-be átrakott konverziónál, legalábbis nálam a Canon fájloknál, ez körülbelül olyan 60-70 megabájtos fájlt fog létrehozni, ami nem kevés. Ugye ez rögtön a RAW fájlnak a kétszerese, a színesnél meg rögtön ennek a négyszerese lesz. Tehát ott 120-130 megabájt lesz. Úgyhogy nem kell meglepődni, viszont akinek gyorsabb harddiszke van, az jobban is járhat, mert gyorsabban tudja betölteni. Na, akkor menjünk tovább, elmondtam a beállításokat, de azt mondom, akkor editáljunk itt. Egy kis türelmet fogok kérni, ugyanis ki fogja nekem ezt rakni a következő programba, a Silver FX-be, nekem azt viszont meg kell osztanom veletek, annak a képét. Ezt meg is keresem, hogy hol van. Egy pillanat türelmet, meg is jött, váltok, hogy lássátok. Kell egy kis idő, illetve én azt vettem észre, hogy mostában nekem egy picit ez Silver FX egy hangyányi ki szokott fagyni, nem tudom miért. Úgyhogy bénázok egyet, és újra nekifutunk. Silver FX. Jó. Oké. Jó, ez most már be fogja olvasni teljesen jól. Oké, megosztom a képet veletek. Há, elvileg most látni fogjátok. Zsoltó közben egy visszaigazolást hadd kérjek, hogy látják-e a kimenő jelben a Silver FX Pro programot. Igen, igen. Szuperságos, nagyon jó, megjött a visszaigazolás. Na, és akkor itt vagyunk a katyvasztó műhelyben. Elnézést, de töltenem kell egy kis innivalót, hogy megfelelő
érthető mondatok hagyják el a számot. No, mit látunk? Ugye ez az alap beállása a SilverFX Pro-nak. Tulajdonképpen 48 féle presetet, alap presetet tartalmaz, amit tovább tudunk editálni. Ugyanúgy, mint hogyha mondjuk egy Lightroom-ba lennénk. Egy az egybe. És innen a baloldali listából elkezdhetünk böngészni, és akár már ránézésre el tudjuk azt dönteni, hogy nekünk valami mondjuk ilyesmire lenne szükségünk. Ugye különböző elnevezés van, itt látszik, hogy ez egy keményebb, durvább hatású kép, de választhatunk akár ilyen HDR-hez közeli, vagy pedig bármilyen másfajta, vagy lágyított, ez például ilyen látszik, hogy nagyon lágyított kép, és már különböző szűrővel ellátott kép fog kijönni belőle. Ez egy ilyen nagyobb, tehát ilyen HDR-esebb hatású kép. Hagyjuk ezen. Itt pedig high key, low key képek is ki tudnak jönni. Ugye itt egy támpontot adnak, tehát itt nem az fog eldőlni, hogy nekünk ez lesz a végkifejlet, tehát el is menthetjük így, tehát gond nélkül elmenthetjük, de azért mi szeretnénk több részletet visszanyerni, vagy szeretnénk, hogy ez a kép más hangulatot adna. Vagy kezdhetjük a teljesen neutrálisból, tehát a fekete-fehér konverzió alapszintű képből is kiindulhatunk. Tehát nem muszáj nekünk ezeket használni, elindulhatunk a nullából is. Most azért döntöttem úgy, hogy nem rakok be egy akármilyen presettel ellátottat, tehát egy eltérésekkel tarkított verziót, hogy lássátok, hogy milyen lehetőségek vannak itt jobb oldalt nekünk. Ugyanúgy, mint a Lightroom esetében, jobb oldalt találhatunk egy olyan sort, ahol rengeteg módosítást tudunk végrehajtani, már az alapképen, tehát itt látszódnak a global adjustments, az ugye az egész képre vonatkozó beállítási lehetőségeket ad nekünk. Tehát itt nagyon egyszerűen ugye a brightness, nyilván lehúzzuk, ha föltoljuk, az egyértelmű mindenkinek, hogy mit szabályoz. Ugye a highlight, tehát a kiégéseket tudjuk külön még editálni. Ugye van egy itt fekete-fehérnél. Tehát fekete-fehérben úgy gondolkodjatok azért, hogy sokkal kisebb tónus különbségek vannak, vagy éppen baromi nagy tónus különbségek, de a kettő között nincs információ. Amiről a legelején is beszéltem, illetve mondtam nektek, hogy épp ezt a... Valahol én mindig egy ilyen fekete-fehér ember vagyok, aki engem ismer, az tudja, hogy én inkább a nulla és az egy híve vagyok. Úgyhogy a fekete-fehérben viszonylag hamar meg szoktam találni azt a megoldási halmazt, ami nekem jó. Tehát, hogy ezeket kedvükre tudjuk állítani, és bejön egy olyan itt a képletbe, a struktúráknak a kiemelése, ami szerintem egy borzalmasan jó algoritmuson fekszik. És igazából azt csinálja, hogyha elkezdjük fölhúzni, itt látjuk, hogy a textúrákat, a struktúrákat emeli ki a képen. Én ezt nagyon szeretem használni, persze ízléses módon megpróbálni a képeimen, mert már így is látszik, hogy egy kicsit másabb karaktere lesz a képnek, egy kicsit ilyen, mondhatni csúnya szóval, odabaszósabb kép lett, és ezért nyilván tudunk finoman állítani ugye a shadow, a midtone felületeken is, vagy a highlight felületeken is lehet külön állítani. Tehát igazából ez egy nagyon szép pepecselő munka tud lenni. Tehát amikor nekiálltok ezt a programot megismerni jobban,
alsó hangon azt gondolom, hogy órákat fogtok itt ülni, de nagyon megéri, higgyétek el nekem. Egy pillanatra visszanézek a Facebooknál, hogy van esetleg kérdés, vagy elsiklottam el olyan dolog fölött, ami nem kellett volna. Jó, ez Zsoltnak szóló dolog leginkább. Itt Andrea azt mondta, hogy amikor a csúszkákkal játszom én, akkor mutassuk a képet is, hogy lássuk a különbséget. Szerintem itt oldalt eléggé jól láthatóak a csúszkák, hogy éppen mit húzok, és a kép az pedig változni fog. Úgyhogy nem tudom, ezeket a belezoomolásokat nem feltétlen mindig kellene, Zsolt, én azt gondolom, de szerintem azért követhető a történet. Na, essünk vissza ide a programban. Mitől más ez a Silver FX Pro? Gyakorlatilag attól mással, hogy vannak olyan lehetősége, van olyan lehetőségünk, amit úgy hívnak, hogy control pont. Ezt itt jobb oldalt fogjátok találni a Selective Adjustments-nél, ami annyit akar, hogyha erre rákattintunk, akkor kapunk egy ilyen kis golyóbist, amit a kép adott területére el tudunk helyezni, és akkor kapunk egy kis lenyitható listát. Rögtön a tetején, ami eléggé fontos, egy meghatározott területet mutat, ha a módosítások itt fognak jelentkezni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk egy ekkorára növelem ezt a területet, itt mondjuk a Zsolt nyugodtan ráközelíthet, hogyha esetleg ez nem mindenkinek látszódna, itt nagyon picik egyébként ezek az értékek, akkor különböző, hogy hívják okat, rövidítéseket láthatunk itt, ami egyébként, hogyha ha egy picit belegondolok, tök egyértelmű. Van egy brightness, tehát csökkenteni vagy növelni tudom. Ezen a körön belül az adott témának, tehát a témát tudom csökkenteni, vagy tehát fényerejét csökkenteni, vagy növelni. Ugyanígy tudom a kontrasztot növelni. Ugyanígy, és itt a trükk, hogy a struktúrát külön részekre, külön kontrollpontokra le lehet bontani. Tehát már a struktúrát is tudom itt növelni, mondjuk azt, hogy én így szeretném ezt megnövelni. Lesz még itt lehetőségünk. Hát ezt a kettőt nem szoktam használni. Illetve van a fine struktúra, azt szoktam még esetleg főleg emberi arcfelületeken használni, vagy pedig bizonyos tárgyaknál. Tehát, hogy csak finoman akarom a struktúráját emelni az adott területnek, tehát nem ilyen durva módon, mint ahogy én most ezt így megtettem. És van egy úgynevezett Selective Colorization, ami azt tudja nekünk csinálni teljesen hihetetlen módon, hogy ő, ugye mondtam nektek, hogy egy fekete-fehér képet kapunk, de tulajdonképpen színes marad ez a kép. És hogyha nagyon szeretnénk, akkor szelektíven tudjuk állítani, hogy akkor az égnek a kékség és a többi, az maradjon itt meg. Hát fogadjatok el tőlem egy tanácsot, úgyis ugye a legelső kezdőfotós honnan ismerszik meg, amikor jönnek ezek az ordinári, szelektív, színesített képek, hogy most csak az a pipacs lesz piros a képen, az összes többi fekete-fehér. Erről sürgősen szokjatok le. Én is leszoktam már nagyon régóta, tök hülyé mutat, semmi értelme ennek az egésznek. Úgyhogy én ezt a részét itt nem is használom, tehát a Selective Colorization-nek. Most így, ugye ezen a területen csináltunk egy csomó beállítást, de mi történik akkor, hogyha én szeretném itt is ezt végrehajtani, meg itt is, meg itt is, meg itt is. És akkor fogjak még egy kontrollpontot, és akkor tegyem oda, és akkor majd lessem le a beállításokat, hogy mennyit húztam rajta ehhez képest. Mert akkor így tudjuk, igen, hogy hát akkor ezt megnézzük, akkor ez egy 4-es, akkor ezt is beállítjuk, hogy 4, na nem. Tehát nyilván ennél okosabbak a fejlesztők, és
erre megtalálták az okosabb megoldást. Itt a kontrollpontnál, hogyha ki van jelölve és rá vagytok kattintva, ha nyomtok egy delt, vagy megkeseknek egy backspace-t a kopsz, ugye ez eltűnik. De hogyha itt, ami itt aktív, ezen nyomtok egy Command C-t, vagy Ctrl C a Windowsosoknak, majd utána fogtok egy Command V-t, illetve egy Ctrl V-t a Windowsosoknak, akkor mi történik? Megnyomom Ctrl V-t, hopsz, itt van egy másik kontrollpontom, mi történik, ha ide beleklikkelek a képbe? Hát váratlan módon át fogja vinni ugyanazokat az értékeket, egy az egybe. És ezt számtalan mennyiségben a képen el tudjátok helyezni. Szerintem barom jó. Nem tudom, ide is elhelyezzük. Legyen itt is. Szupi. Amiért én nagyon szeretem a Nick-nek a szoftverét használni, mert viszonylag okos módon tudja ő az algoritmust meghatározni az adott területnek megfelelően. Tehát nem feltétlenül az, hogy egy nagy plecsnit fogsz látni, hanem ő kiszámítja az adott területen lévő pontoknál, hogy melyiken érdemes módosítani, milyen irányban. Ezért egy nagyon egységes munkát tudsz végrehajtani ezekkel a kontrollpontokkal, akár színesben is, mert hát nyilván ennek vannak különböző színes verziói is. És hát, hogyha itt lejjebb jövünk, akkor egyszerűen itt a kontrollpontok alatt le tudjátok nyitni, és azt látjátok, hogy itt van az összes kontrollpontunk, látjátok, hogy ugrál balra-jobbra, amiket elhelyeztünk. És hogyha én azt akarom, hogy a mindegyik kontrollpontnál egységesen lássam, hogy milyen területekre hat ki, akkor bepipáljátok ezt a lehetőséget, illetve módosításokat is át tudtok vinni, így egy az egybe, akár ezeknél a kontrollpontoknál. Én ezeket szeretem saját magam elhelyezni a képeken, tehát azt azért hozzáteszem. És adott esetben, hogyha nem értünk egyet, mert elbénáztuk egy kicsit a történetet, és nem akarjuk egyesével törölgetni, akkor fogjuk és puff, töröljük az egészet. Elvileg töröltük? Na most lehet, hogy bénáztam nektek egyet. Tatratra. Ezt visszakattintjuk. Bocsánat. Aha. Akkor visszaszívom. Látjátok a bénázásomat. Nem nagyon szoktam visszatörölni egyébként dolgokat, vagy csak nagyon minimálisat kell. Akkor úgy néz ki, hogy ezt az egészet kommanda, nem, sajnos ki kell jelölgetnünk ezeket a kontrollpontokat, és akkor úgy tudjuk törölni. Úgyhogy, sorry, én ezt most meghagyom békességbe. Az egyetlen dolog, amit utálok ebbe a programba, hogy iszonyú picik ezek a lukak, és nagyon nehéz eltalálni és beleklikkelni, úgyhogy ez nem sikerült annyira jónak. Biztos, hogy van okosabb megoldás abban is, hogy az összeset törölni lehessen. Tehát valószínű én vagyok a béna. Én azért igyekszem elismerni ezt a dolgot. Jó, menjünk tovább. Vannak különböző film type megoldások, tehát kvázi az egész képen egy úgymond filter lehetőség, amit akár ki is tudunk kapcsolni, és ezáltal változtatható a képnek. Itt látjuk alul a lupén a karakterisztikája. Ezt nagyon finoman lehet állítani, itt a szemcsézettségét tudjátok ennek a filmtípusnak, az érzékenység és stb. Tehát mindent, gyakorlatilag tényleg A-tól Z-ig mindent is tudtok állítani, annak megfelelő, hogy mi az, amit szeretnétek elérni.
Úgyis van még egy pár témánk, én most csak hirtelennyiben ezen a képen ezeket akartam megmutatni. Van egy olyan számítási hibája ennek a programnak, ami nem feltétlenül számítási hiba, hanem az egyszerű sajátossága akár a Lightroom-nak, akár a Photoshop-nak, akármelyik programnak, hogyha valahol túlzottan erősítés történik a képeken, akkor az ilyen felületeken egy úgynevezett ilyen, nem is tudom, azt hiszem, hogy ennek van valami külön neve, így a fotográfiában ezt elnevezték. Azt hiszem, hogy a háló jelenséghez hasonló elnevezése van. Ennek a dolognak, amikor azt látunk, hogy van egy élvonalunk, egy sötétebb élvonalunk, és mellette megjelenik, itt látjátok, megjelenik egy sokkal fehéresebb színű él, ami nem feltétlen igaz. Ezt nagyon nehéz korrigálni, tehát én azt vettem észre, hogy kontrollpontokkal nem is feltétlen akarod. Mondjuk, hogyha azt mondod neki, hogy itt egy nagyon pici mínuszos kontrollpontot adsz neki, egy ekkorát, és ezt végig klónozgatod itt mellette. Itt a lupé az egyébként nagyon sokat segít nekünk. Tehát az, hogy lássuk, hogy hova is tesszük. Látjátok, hova tesszük azt a kontrollpontot. Minél közelebb ugye az adott területhez. Akkor igazából ő azt fogja csinálni, hogy ha csak kontrollpontot teszel, akkor ő a nulla értékhez áll vissza, és egy picit csökkented ennek a jelenségnek a kinézetét. Én azt mondom, hogy én ezt most meghagyom itt, és azt mondom, hogy jó, nekem ez a kép, kb. Nagyjából erre gondoltam, mit tudom én, itt egy kicsit sok a fehér egyébként benne, akkor nem tudom, picit vegyük vissza, kicsit kontrasztot, egy kis lágyítás is belekerül úgymond a képbe. És ugye itt nagyon, nagyon nem mindegy, hogy hova kattintasz, a fehérbe vagy a szürkébe. Tehát ez az algoritmus, ez nagyon szépen tud itt nagyon szépen tud számításokat végezni. Mondjuk azt, hogy most kiegyensúlyozottabb ez a rész, és akkor azt mondom, hogy jó, mentjük el ezt a képet, mi történik, hogy elmentjük. Nézzük meg. Ugye most az összes kontrollpont, stb. Rákerült a képre, ezeket összerakja nekünk egy képké, és visszadobja nekünk pillanat eltévedtünk. Mint eltűnt volna a megosztásunk. Igen. Visszakerültünk a Lightroom-ba. Bocsánat, a bénázás, külön megosztásokat kell most itt csinálnom, hogy a képet hol látjátok, hol nem látjátok. Tehát azokkal a beállításokkal kaptunk egy, ha megnézitek, itt láthatjátok a kiterjesztés, egy TIFF fájlt. Tehát a módosítások belekerültek, eddig van egy fekete-fehér képünk, és akkor ugye beszéltem erről a háló jelenségről, hogy én erre milyen ellenszert találtam, hát nem túl elegáns történetet. Azt mondom, hogy fogok egy radiálfiltert, ezt itt találhatjátok. Húzok egy vékony radiálfiltert, mondjuk legyen nagyjából így, és utána fogom és lelágyítom ezt a részt. Nem tudom, mennyire látjátok a különbséget, de ez a nagyon fehér, nagyon, nagyon hogy hívják, nem, tehát nem szép fehér vonal, ez szépen visszatér az eredeti tónusba a többi kép, tehát többi képrészlethez illetően. Tehát én nagyjából ezt a megoldást szoktam alkalmazni, ugye brást vagy ilyesmit teljesen értelmetlen menni, illetve a clarity-t, az ellentétes irányba elindítod,
akkor is jó irányban tud változni, viszont itt ugye a fekete, tehát nagyon be fog az élvonal feketébe bukni, és az nem mutat jól. Úgyhogy én azt mondom, hogy negatív, tehát irányba a clarity-t szoktam ráhúzni a megfelelő mértékbe, a megfelelő vastagságba, ugye ezt tudjátok állítani itt, hogy milyen átfedéssel dolgozzat, és ha mondjuk csak itt, meg csak itt kellene használni, akkor a radiálfilternek ugye az alapbeállítások között az van, hogy itt átváltunk egy brushra, utána egy törlésre, és akkor ugye azt mondtam, hogy nekem ez a terület, meg ez a terület kell, a kettő között ez a széle, meg az a széle nem kell, és akkor szépen itt visszatörlöm, meg ott is visszatörlöm, hopsz, egyből ki is bukkant ugye a történet. Úgyhogy ez csak azért mutattam meg, hogy Sát Káromon tanultam meg, hogy hogy lehet ezeket a területeket szépen eltüntetni, ne kelljen Photoshopba beledobálni, hanem innen már egyből ki tudjuk exportálni a képet, és tudjuk használni, vagy akár ügyfél meg tudja kapni, és mégis csak egy normálisabb minőséget kap. Tehát ez a Silver FX-nek a saját kis, tehát a Silver FX ez egy saját kis plugin, így a Nikken belül, amit fekete-fehér fotókra gyönyörűen tudtok használni, de hoztam egyébként teljesen más példákat is, vagy akár hogyha azt nézzük, akkor itt van a londoni kép, nem tudom, hogy bírjátok egyébként, írjatok már légy szíves kommentet, hogy bírjátok, hogy ennyit dumálok, van-e értelme dumálnom ennyit, vagy dolgozzak még ki további képeket, mit gondoltok erről a dologról? Addig én kortyolok egy kicsit, illetve hagylak titeket szóhoz jutni, mondjuk egy fél percet. Na, hát nem látom a nagy tülekedést. Jó van, akkor tolom tovább. Erősen figyelünk, nagyon jó, nagyon tetszik ez a válasz. Keresem a linket közben. Igen, közben Zsolt a linket készít elő nektek, ahonnan le tudjátok tölteni a Nik Collection-t, ami nem csak a Silver FX-et, hanem nagyon sok programot tartalmaz még. Oké, jó, akkor esünk neki, mondom, ez egy nagyon régi képem, Isten tudja már, hogy módosítottam, meg mivel, meg mit tudom én, tényleg megvan már 10 éves kép, hanem akkor vegyük a flatet, tehát ami kiesett a fényképezőből. Hát mondjuk azt, hogy lehetne turista fotó is, de hát nyilván nekem volt annyi koncepcióm, hogy legyen egy Big Benünk, meg legyen egy Black Cabünk, ez volt nekem akkor így a lényeg. Nyilván egy csomó zavaró tényező van még ott, amit én nem feltétlen szeretnék, de a városi fotózás az már csak ilyen. Jó, itt ebbe a fotófeldolgozásba egyébként bele fogok menni olyan témába is, amit kérdeztetek, már szintén nem tudom, hogy kicsoda, de talán az volt a, nem talán, hanem az volt a pontos kérés, hogy ha én használok Photoshopot, akkor mire szoktam használni? Rögtön elmondom nektek azt is, hogy én Photoshopban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon béna vagyok, viszont bizonyos területekre használom, mert barom jó, és hát módosításra fogom használni, de megmutatom, hogy mi az a körülbelül 4 fajta dolog benne, amit én napi szinten vagy órai szinten szoktam használni. Na, flat képünk van. Ugye az első, amit én szoktam egy kép esetében beállítani, ugye a kromatikus aberráció csökkentés, illetve a profile correction bekapcsolom, ide-oda kapcsolgatom, és látjátok azt, hogy hát igen, ez egy nem kicsi módosítás, hogyha belenézünk a képbe, ugye? Mi történik? Akkoriban nekem egy 24-70-es 2.8-as LS optikám volt, egy Canon gépvázon, úgyhogy ő fel is ismerte ezt a dolgot, úgyhogy a saját beépített torzítások kiküszöbölést azt ő meg is ejtette.
még egyszer kipipálom, bepipálom. Szupi, meg vagyunk ezzel, nagyon jó. Ezt mindenféleképpen bekattintom, pont azért, mert hogyha innen átdobom Silver Effects-be, akkor ugye már ezekkel a disztorziós, tehát képáltalásos értékekkel kerüljön át oda. Mondhatnám azt, hogy van jelentősége, hogy mondjuk egy alapresetet így végigtoljak rajta, de egyébként önmagában annyira nincs jelentősége, ugyanis TIFF-ként fog átkerülni, nagyon sok információ benne fog maradni. Nézzük meg, hogy mire elég. Jobb klik, azt mondom, hogy akkor dobjuk át Silver Effects Pro 2-be, meghagyjuk a beállításokat, edit. Jó, akkor én azt mondja, hogy megosztom nektek a képet mindjárt. Igen, meg is jött. Tadá! Jó, elvileg látjátok ugye a kimenő képet, tehát hogy most visszakerültünk a Silver Effects-be. Látjuk. Szuper, szuper. Közben Zsolt is visszajelzett, hogy látjuk. Én még itt tekergettem, megnézem, hogy írtatok-e valamit. Nem tudom, nagyon jó ez a közvetítés egyébként, de már azt érzem, hogy 17 monitornak kéne lenni. Oké. Okay. Jó. Na, átdobtuk a képet akkor ide. Megint mi történik? Hát megnézhetjük, hogy van-e esetleg olyan alap preset, ami nekünk megfelelő ezekből. Hát azt mondom, hogy dolgozunk ebből, ez egy kicsit magasabb struktúrálást ugye ad a kép, amit én amúgy is tennék, tehát az tök jó, hogy rajta van, és van egy nagyon frankó kis alapunk, amivel el tudunk kezdeni dolgozni. Kicsit odépakolgatom itt nekem az ablakaimat, amit ti nem látok, de tele vagyok itt pakolva ablakokkal. Jó, mi az, amin elgondolkodnék itt? Hát nem tudom. Kis kontrasztot teszünk rá, struktúra az ugye meg volt növelve, de én azt mondom, hogy jó, akkor játszunk a kontrollpontokkal. Jó, nem volt egy szép időjárás, az valamikor talán tavasszal volt, ilyesmi, ugye váratlan módon felhők vannak az égen Londonban, de nem esik, tegyük hozzá. És hát nagyon szeretem a londoni felhőket, iszonyatosan dramaturgiai szempontból nagyon jó ki lehet gyúrni őket. Akkor azt mondom neki, hogy struktúra, puff, fölhúzzuk, egy kis kontrasztféleséget ráhúzunk, a brightnessből lejjebb veszünk, vagy egyből morcosabb felhők vannak, nagyon jó, ezt ide húzzuk, oda húzzuk, ide rakjuk a kontrollpontokat, oda már is van egy jó kis ellensúlyozás a képnek. Azért mondom, hogy ellensúlyozás, mert ugye ez egy fekete-fehér kép, és hogyha ha megnézzük, a felső részét mondjuk nagyon kiégve ott hagytuk volna, sokkal kevesebb információval is itt hagyhattuk volna, ez igaz. Tehát én most elszadt a ló velem itt, de ellensúlyba fog kerülni a túlságosan bebukott fekete történet a kép két végpontja között. Elnézést, de ezeket most már kicsit nehezebb így elmondanom, ezeket a kis feelingeket bennem, mert hogy lassan már másfél órája beszélek, de ti még bírjátok, akkor én is bírom. Itt már egy hangyányit óvatosabban is kezelhetjük a dolgokat. Jó, legyen ez így meg. Oké, milyen területekkel akarunk még itt dolgozni? Na még ezt. Ugye akkorára szűkítjük a területet, amekkora a befoglaló mérete a témának. Jó, mivel akarunk játszani? Nekem itt most két és fél fő témám van. Nyilván a Big Ben az egyik. Big Ben, illetve itt a javítsatok ki, de jól tudom, a parlamentnek a szárny, az egyik szárnyoldala, illetve a Black Cab, amivel foglalkozni akarok. Miután Bína voltam, és pont-pont-pont fotóztam, ezért ugye a Double Decker nem nagyon maradt a képen, hát ez
valószínű, hogy megy a levesbe. Majd meg is mutatom, hogy hogy. Igazából valószínűleg csak egy kicsit jobban be fogom buktatni. Nincs jelentősége, mindegy, ott van, ennyi. A alapvető editálási trükkök között van még az, hogy ha nem látjuk teljes terjedelmébe a témánkat, szeretnénk közelebb kerülni, akkor van egyébként zoomolási lehetőség itt fönt. De van egy alapzoomolási lehetőség, ami úgy néz ki, hogy ha kétszer belekattintasz, jó, akkor újat tanultunk, az összes többi másnál, amit használok színesbe, ha kétszer belekattintasz a képbe, akkor az be fogja 200-szorosára növelni neked, és akkor tudsz egyszerűen editálni. Itt most bénát játszunk, itt most rá kell nyomnunk a zoom gombra, de mondjuk nekünk szerintem elég lesz a mennyi ablak, elég lesz 50%-ot beállítanunk erre a dologra, hogy lássuk, hogy tudunk mászkálni, úgy tudunk mászkálni a képen, hogy a space gombot lenyomva tartjuk, és akkor megjelenik ez a kis kezecske, és akkor tudjuk húzni. Jó, ezzel a résszel akarunk foglalkozni. Itt egy kicsit több információt szeretnék én visszanyerni, mert nekem ez egy kicsit túl sötét. Aha, na, úgy van, hogy egyébként ugye beállítottátok itt a zoom értéket, akkor ha a space-t nyomva tartjátok, gyerekek, én is tanulok most, tehát a space-t nyomva tartjátok, akkor ugye automatikusan, amit a zoomba maradtál, ezért ő automatikusan be fog ebbe az 50%-ba is zoomolni. Na, control pont, azt mondom, hogy szeretném itt vagy visszanyerni az eredeti kontrasztot. Ugye arról beszéltük, hogy én egy kontrollpontot valahol adott teszek, ahol már van átfedés az editálás között, akkor azt ki fogja nullázni azt a részt. De én azt mondom, hogy egy picit talán még egy kis brightness-t is elbírna a dolog, tehát egy kicsit világosabb legyen a dolog, de azt mondom, hogy legyen struktúrában mondjuk az egy 70%-os, és akkor azt mondom neki, hogy jó, hát akkor szépen kezdjük el átklónozgatni ezt a dolgot. Ha időközben fogod és editálod a területnek a nagyságát, tehát átállítod, és ott megint Ctrl-C, Ctrl-V-vel mész, akkor a nagyobb területet viszi tovább. Na, hát azt mondom, hogy picivel több információt kaptunk, vissza, mint amit szerettem is volna, tehát a Big Bang-ből azért jóval több infónk van. Talán még sok is, én azt mondom. Most jönne az, amikor megmutatom, hogy lehet kötegelten dolgozni. De szerintem aha, na látjátok, hogy mi történik? Megkeresem az első kontrollpontot, ami ez volt. Megkeresem az utolsót. A shiftet lenyomva rákattintok a 22-esre itt nálam, tehát hogy az összeset behúzta, és elvileg, hogyha én azt mondom, hogy a brightness-ből most lehúzom, akkor kollektíven kezeli az egészet. Ha-ha-ha, na itt van. Tehát kollektíven tudtam állítani a brightness-nek a mértékét. Tiszta zseni vagyok. Oké, okay, azt mondom, hogy ez jó beállítás, akkor itt menjünk tovább. Ezek ide is. Nyilván sziszi-fuszi munka, tehát itt a loopén látjátok, hogy még ott lehetne játszani. Ha van információnk, és van türelmünk, akkor nagyon-nagyon-nagyon mélyrehatóan tudunk egy képet módosítani. Jó, oké, okay, ez megvan. Igazából lehet, hogy ti úgy látjátok, hogy itt most kevés módosítás történt, de alapjában véve a képnek, amikor kijön ez a hegesztő műhelyből, akkor hozzá fog adni, vagy el fog venni az értékéből, nyilván annak függvénye, hogy mennyire voltunk béna editorok. No,
közben itt azért még az én szemem itt kóborol balra-jobbra, és akkor látom, hogy ha már itt egy jó kis struktúranövelés volt, akkor esetleg azt ide is átvigyük, csak hogy egységes képet kapjunk. Nekem néha szokta így csípni a szememet. Egy-egy ilyen dolog. Most csak nagyjából mutatom meg a dolgokat, azért nem lesz egy olyan kép a végeredmény, amit most rohanni fognak a különböző kiadók, hogy megvegyék, tehát nyilván, hanem csak a lehetőségeket mutatom. Oké, megvagyunk, jöhet a taxi. A taxinál viszont jóval több kontrasztot, illetve struktúrát tudnék elképzelni. Ugyanis a formavilága a taxinak, ez eléggé egyedi, hogyha valaki járt Londonba, akkor ezt így nagyon jól tudja, tehát igazából nagyobbaknak kell lennünk, hogyha nem ismernénk fel a világ bármelyik pontján ezt a taxit. Tehát igazából a jellegzetességekkel kell csak itt számolni. Én azt mondom, hogy a taxinak a ráeső fényekkel kell csak egy kicsit jobban játszani. Vannak részletek, amik nem kellenek. Ezt a szépen le is tudom teljesen húzni, tehát itt a rendszám nem kell. Tehát gyakorlatilag tudunk azzal játszani, hogy ott, ahol megcsillanó felület van, ugye a dísztárcsa, az élvonal itt, stb. Ezek maradjanak meg. Nekünk körülbelül csak ennyire van szükségünk, így is úgy is felismerhető lesz ez a nyomorult taxi. Jó. Oké, rendben. Még egy picit dramaturgiailag szeretnénk belenyúlni itt a képbe, akkor még azt tudom megtenni, hogy csak magát itt az úton a struktúrát felhúzom, ugye ez egy betonfelület, kontraszt, levesszük. Itt azért trükközni kell. Egyébként azt vettem észre, hogy nagyon jó program egyébként a Silver FX, de viszont neki itt az algoritmusokkal azért vannak problémája. A többi pluginjában szerintem sokkal jobban működik, mint itt. De hát ez már csak az én kis gondolatom. Ezt itt feketébe bebuktatjuk, itt a környezetet bebuktatjuk feketébe. Oké. Jó, ezt ki is töröltem, mert nem kell ide. Oké. Na, itt már kezdünk elmenni kicsit rossz irányba. Ugye ezt fel kell ismernünk. Mindegy, a lényeg az, hogy amit én itt ki akartam hozni, az egy kicsit egységesebb kép legyen. Ugye itt megint eljátszhatnám azt, hogy kikeresnem az utolsó kontrollpontokat. Utolsó kontrollpontokat, és akkor azt mondom, hogy visszaemelni. Na, hát ez ez ilyen kis bénázás már itt az én részemről. Mindegy. A lényeg, amit látnotok kell, tehát mindig egy képnél, hogy próbáljatok meg egy olyan egységes képi viszonyt kialakítani, ha már a fényképezőgép nem tud. Ugye a fényképezőgép az nagyjából egyszerűbben működik, kevesebb a dinamika tartománya, tehát ellövöd ott a képet, abból a nullás értékén lesznek neked mindenhol részletek, de egy csomó helyen, ahol nem akarunk részletet, ott nekünk kell gondoskodni arról, hogy elvegyük ezeket a részleteket. Na, azt mondja, hogy mondjuk azt, hogy ez egy jó kép. Írjátok meg, szerintem rossz, de tanulmányi szempontból. Ezt most kimentem Lightroom-ba. Lightroom-ba visszaugrunk.
Már is. Jó, elvileg visszatértünk a Lightroom-ba, tehát megkaptuk ezt a TIFF-fájlt, amit mi módosítottunk. Pihenésképpen itt a... Lightroom-ba vagyunk. Lightroom-ba vagyunk, nagyon jó. Pihenésképpen megnézem, hogy jött-e valami hozzászólás. Egy picit már én is fáradok, de nem adom föl, mert igazából a vége lesz a legjobb. Már csak 13-an néztek, tényleg, mindenki lemorzsolódott. Na. Kérdések. Ó, lehet, hogy túl gyorsan haladok, mint látok már ilyen témákat. Andrea, mit kérdeztél az előbb, mert tényleg elpörögtek a dolgok. Feltettél egy kérdést. Újra kérdezem, várjál, itt van, újra kérdezem, ha már Ctrl+2-t rá lehet-e rakni egymásra, és ha igen, megduplázódnak az értékek ilyenkor. Andrea, az a helyzet, hogy igen. Tehát, hogy bele fog szólni az egyik kontrollpont a másikba, tehát nem érdemes halmozni ezeket a dolgokat, tehát ész nélkül, mint ahogy én az előbb csináltam, tehát nem. Tehát egy adott kontrollpont legyen mindenhol, tehát azt lőjétek be. Kisebb átfedés, ezt majd nektek kell kitapasztalni, hogy éppen melyik pluginben vagytok, kisebb átfedésekkel lehet játszani. Jó, hát a Big Ben nem lehetne kontrasztusába tenni, de eléggé belesimult a környezetébe. Jó, ezzel majd játszunk. Most egyelőre visszakerülünk ugye a Lightroom-ba, pontosabban felvettem a fonalat és egészségetekre. Oké, alapvetően lehet majd kontrasztusabbá tenni, ahogy én megnézem itt a képet. Ugye az F betűvel ki tudjátok rakni fullba, rá tudtok nézni, lehet, hogy elbír majd egy picit, erre is mutatok egy-két ilyen trükköt. Most nem az a lényeg, most azt a választ szeretném elmondani, hogy szoktam-e én módosításokat végrehajtani a fotókon, például Photoshopba, igen. Már is a legegyszerűbb módosítást azt itt még azért Lightroom-ban megteszem, méghozzá a vágás, és azt mondom, hogy egész idáig, ahol az oszlop már itt jobb oldalt el nem tűnik, azt én fogom és likvidálom a fenébe. Ezáltal közelebb kerül a téma, plusz szerintem arra is rájöhetünk, hogy nagyon kicsit ferde a kép, itt van egy jó kis belépésünk, hogy láthatjuk, az megmaradhat, itt ez a nyomorult, hogy hívják, oszlop jobban beleszól a dologba. Erre a Big Benhez kell igazából viszonyítanunk, ami most lett egyenes. Oké, jó, rendben, viszont nekem vannak itt nagyon zavaró tényezők, de ez csak az én szemem, hozzáteszem. Mi a zavaró tényező? Van itt egy lámpasarunk, van itt is egy lámpa, meg ott is a lámpa. Igazából ezek a lámpák hozzátartoznak a képhez. Azt mondom, hogy tehát képi információhoz hozzá tartozik, de valamiért nekem a szememet nagyon, nagyon bántja. Hát most nem fogok nekiállni itt ezzel a nagyon bugyuta klón eszközzel megpróbálni kiszedni, mert nem fog sikerülni. Tehát aki használta már ezt a klón eszközt, ami ugye arra szolgál, hogy ezen terület helyére újat ültessen valahonnan, az észre fogja venni a Lightroom-ba, hogy ez nagyon fosul működik. Egyébként, ha lenne itt alul olyan információ, amit át tudna vinni, akkor így lenne esély, hogy jó lenne, de leginkább szar, tehát hagyjuk. Úgyhogy ilyenkor azt mondom, hogy jöjjön a Photoshop, editáljunk Photoshopba, megint mit fog megkérdezni, mert meg fog kérdezni itt, és azt fogja mondani a Lightroom, Hello. Szia Lightroom.
Na, azt fogja megkérdezni, hogy editálja a másolatot a Lightroom beállításokkal együtt. Most innentől két választásunk van, mondhatnánk azt is, hogy persze, ha már editáltuk volna ezt a részt például, vagy ezt a részt, vagy ezt. Ugyanis akkor azok az editálási dolgokkal együtt tud egy másolatot létrehozni, amiben tudunk Photoshopban módosítani, majd onnan visszakerülni ide, vagy azt mondjuk, hogy legyen az originál verzió, vagy csak egy sima kopit akarunk. Igazából most ebbe a helyzetbe bármelyik jó, mert igazából csak editálni akarjuk. Itt akkor van jelentőség a Lightroom-nak a lépéseit is, hogy átvigye, hogyha mondjuk valami olyan színmódosítás történik, vagy pedig itt a Big Ben-nel már foglalkoztunk volna. Mindegy, csináljuk úgy, mint hogyha foglalkoztunk volna, vagy tudjátok mit, akkor foglalkozzunk. Azt mondta itt, azt hiszem, talán Andrea, hogy egy kicsit lehetne kontrasztosabbá tenni, vagy tudjuk editálni. Hát tudjuk igazából, itt egy radiál filterrel kijelöltem, azt mondom, hogy hát nem tudom, legyen mondjuk több kontraszt. Oké, a highlightból kicsit feljebb húzom, mert én látni akarom az óraállást, mert hogy az óra az eléggé hozzátartozik a Big Benhez. És akkor azt mondom, hogy egy kis clarity-t felhúzunk, egy kis textúrát adunk neki. Na jó, mondjuk, hogy legyen így. Viszont mi történt? Ugye mi használtunk egy radiál filter, tehát itt a kép széleken módosítás történt, fúj, látszódik, nem jó. A radiál filterre, ha visszamegyünk, már mutattam, hogy a brush eszközre kattintunk itt alatta is az a törlésre, akkor úgy megjelenik egy mínuszos eszköz, és szépen itt azokat a részleteket, ahol beleszól, azokat visszarajzoljuk. Hát most itt nagyjából azt látom, hogy minimális lesz a, talán itt a fölül a tornyoknál lesz lényegesebb ez a pont. Itt valamit elrontottam. Nem baj, mert vissza tudunk menni. Igen. Na már tényleg kezdem érezni a fáradtságot. Szóval brush. Itt mindig győződjetek meg, hogy a törlés az ott legyen. Na, azt hiszem most megtörtént. Tehát az előbb egy rossz eszközt fogtam meg. Nagyjából itt láttam több töbletet, úgyhogy ebből töröltem itt csak vissza. Egy erős nagyzolással. Jó, ez megtörtént, és akkor most lesz az a nagy kérdés, hogy ezekkel a Lightroom módosításokkal legyen egy copy, legyen hát. Hogy renderelje ki? Ezt egy az egyben nyissa meg, vagy rendereljen ki egy másik fájlt a Lightroom-nak a beállításával, én még mindig ezt szoktam beállítani, rendereljünk. Igen, akkor most át kell váltanunk ugye izére, Photoshopra, ami már nyílik. Közben Zsoltot kérdezem, hogy na várjatok, még nem érkeztünk meg a Photoshopba. Tudom, Photoshop megvan, de most elvileg megérkeztünk. Meg vagyunk, Zsolt? Igen, persze. Be majd legyünk a Photoshopban. Szuper. Azt látjuk. Jó. Na, és akkor jöhet a kisebb varázslat, ugye, aki rákérdezett nálam, hogy Photoshoppal én hogyan szoktam belenyúlni egy képbe. Igazából azt kell mondjam, hogy objektum eltávolításban van némi skillem, némi tudásom, mert muszáj voltam megtanulni.
Közben Andrea írja, hogy Photoshop, hazaértem. Valószínűleg Andrea nagyon sokszor használja a Photoshopot, pedig azért szerintem a Lightroom se egy rossz dolog. Azt azért aláírom, és ezt tényleg így gondolom, és megint visszatérünk Laci barátomhoz, aki azt mondta, hogy a Lightroom az egy jó program, de igazából azzal így pacsmagolni lehet, tehát mint hogyha fognál egy ecsetet, és csak így tessék-lássék áthúznád a kaput, hogy legyen piros. A Photoshoppal meg precíziósan lehet dolgozni. Ebben tényleg nagy igazság van. Tehát ez tényleg így van. Na térjünk vissza akkor hol is voltunk, Photoshopba. Meg is jöttem. Ugye objektum eltávolítás, hát rengeteg lehetőségünk van objektum eltávolításra, kezdve attól, hogy mondjuk itt van egy ilyen poligonális, hogy hívják, kijelölés, én azt mondom, hogy ezt itt így kijelölöm, és akkor azt mondom neki, hogy töltsd ki, tehát ez a fill gombbal, kitöltéssel, ugye Content Aware az be van kapcsolva, tehát ő gyakorlatilag környező részletek információ alapján ő megpróbálja kitalálni, hogy itt belül mi legyen. Nézzük meg, hogy el tudta-e találni. Hát mondjuk azt, hogy igen. Ennyi. Innen eltűnt a dolog. Látok én ott egy darab ilyen kis piszkot. Azt egy egyszerű, hogy hívjákkal, mindjárt megtalálom, csak közben átrendeződött nekem itt a dolog. A múltkor a Zsoltán nem találtunk valami eszközt, és úgy döntöttem, hogy kireszhetelem így a Photoshop, azóta nem találok semmit. Szóval egy kis brush healing-el, tehát egy ilyen folt eltávolítóval egyszerűen kiszedtem azt a kis pontot, ami engem ott zavart. Jó. És ugye beszéltünk arról, hogy van nekünk egy, kettő, három darab képhez hozzátartozó, de nekem nagyon elütő lámpatest. Ugyanúgy a brush eszközt keresem meg, belenagyítok a képbe. A brush eszköz az nagyjából akkor tud jól működni, hogyha az adott témának a vastagságá plusz 20% működik. Ha ennél nagyobb, akkor a környezetből már akkora átfedések lesznek, hogy nem fog jól mutatni az eltávolítás. Semmi extra dolgunk nincsen, mint hogy nyomva tartjuk, és szépen itt, ahol feketével átfestem, látjátok? Feketével átfestem. Akkor ezt szépen ő a környezetet figyelembe véve el fogja távolítani. Nem teljesen jól működött, de egy pár ecsetvonással megoldottuk ezt a problémát. Ennek több erősségi beállítása is van, tehát a hardness, tehát a keménységét vagy erősségét, ezt tudjátok csökkenteni, növelni, illetve a spacingnek meg tudjátok határozni azt, hogy a vonal mellett mekkora terület, mekkora átfedéssel dolgozzon. Ezt mindenki saját maga ki fogja tapasztalni, hogy neki mi válik be. Ugye van nekünk itt egy izénk, egy oszlop maradványunk, akkor kicsit nagyobbra veszem a dolgokat. Tehát látjátok, hogy egyszer-kétszer átfutok rajta, hogy biztos az a halvány szürke réteg az fedje ezeket az értékeket. Megint tovább megyünk. Jó, akkor van itt megint egy lámpatestünk, ez is eltűnik. Jó, most kicsit kisebbre vesszük a figurát. Jó. Hát igen, itt már láthatóak problémák. Tehát itt nem tudja ugye kitalálni. Mindjárt megnézzük, hogy vissza tudunk-e menni. Nem tudja kitalálni a környező dolgokat. Ez általában ilyen fáknál, ilyen ágas helyzetekben szerintem nincs az algoritmus, ami ezt nagyon ki tudná szedni.
De erre majd lesz nektek egy másik előadótok egyébként, csak így mondom, hogy próbálom a kat-kat-kat fotografi, alias Dobozi Tibor barátomat berángatni ebbe a történetbe. Ő ugyan dolgozik otthonról, home office-ba, ő egy ügynökségnek az egyik ilyen vezető DTP-se, és dumáltunk erről, hogy beleszálljon itt a dologba, ugyanis én elmondtam nektek, hogy Photoshophoz nagyon béna vagyok. Én itt csak ezzel a hogy hívják, brush, healing brush eszközzel én megpróbálok nagyjából ilyen valami értelmet adni itt a... Andrea azt mondja, hogy klónozz inkább. Ki mondja? Andrea. Andrea, hogy klónozzak. Andrea lehetne klónozni, ebben igazad van itt a klón eszközünk. Viszont, hogyha megnézed, hogy honnan klónoznál át, bocsánat, a harness-t kicsit felveszem, ha klónoznék át, így se úgy se fogod kitalálni, hogy itt milyen hiba van, de ha megnézitek, nagyjából DOS-t mindegy. Tehát, hogy ezt webre föltöltitek, vagy ilyesmi, ezt nem fogják észrevenni, ezt a dolgot. Igen, lusta vagyok, igen, tudom. Jó, itt csak alapjába véve akarom így megmutatni, hogy én mi az, amit ott szoktam hagyni, mi az, amit el szoktam venni. Ugyanígy itt is törlöm vissza az infókat, illetve szedem ki ezt a csövet belőle. Lehet, hogy elég csak idáig. Ugye itt van nekünk egy, ezt úgy hívják, hogy History Brush Tool, tehát ő gyakorlatilag vissza tudja rajzolni addig a pontig az utolsó állapotokat, én ezt így itt meghagyom, és akkor mondjuk azt, hogy ahogy mondta Andrea, én itt klónozni, klónozni tudok, szépen itt kigyilkolok annyi területet, amit jónak látok, hogy kész, most csak tessék, lássék, de hogy látjátok, hogy a lényeg, hogy eltűntek. Egy picit más karaktere lesz a képnek, nem lesz ez a sok idegesítő belógó, ugyanúgy ezt itt megteheted. Csináljuk meg, hogy fél munkát ne végezzünk. Egyébként Tibor, hogyha most nézed, és van türelmed ez az adáshoz, és lát az én bénázásomat, akkor nyugodtan nyerítve röhögjél a gép mellett, mert tudom, hogy én azért nem annyira profi ligából vagyok a PS tekintetében. Itt még el lehet pöpöcsölni, ki lehet szedni, viszont a kevés az információ, itt valószínűleg a klónt is tudjuk alkalmazni. Itt látjuk, hogy jó átfedések vannak. Mindegy, az nem annyira látható információ, stb. Tehát lehet itt játszani. Látjátok, hogy lehet játszani, most csak nagyjából itt eltüntettem a dolgokat. Egyébként, hogyha itt a history-ba visszamegyek, nem ehhez kell, history-ba visszamegyek, tattara, meddig menjünk vissza, kb. Eddig visszamegyünk, és akkor utána azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mit rajzol vissza, akkor megpróbálj kitalálni, nem találta ki, tehát ezt sokszor fogtok ilyennel találkozni. Na mindegy, szóval ez ilyen nagyon pepecselős dolog, úgyhogy amikor nekem azt mondja valaki, hogy ja, hát ez csak két kattintás neked, meg ilyesmi, és akkor utána szoktam mondani, aha, majd figyeld a számlát, amikor küldök a óradíró. Na, szóval nagyjából Photoshopba kivettem akkor azt a három dolgot, amit mondjuk Lightroom-ban nem fogsz tudni kivenni, csak azt mondom, hogy jó, nekem jó ez a kép, mentjük el, ugye vissza fogunk esni, hogy hívják be, Lightroom-ba, amit már is megteszünk. Jó.
Jó, elvileg visszatértünk Lightroom-ba. Ugye megtörténtek a módosítások rajta. Innentől kezdve, hogyha még nagyon utólagosan akarunk editálni, nem vagyunk elégedettek itt a tónus különbségekkel, vagy bármi, bármi területet újra kell éleszteni, akkor ezzel ugyanúgy megtehetjük, tehát a brush eszközzel át tudunk menni rajta, az égbolton tudunk, de ott már azért erősen a minőségveszteségekkel játszunk, tehát tulajdonképpen kontraszt, akkor adjunk textúrát neki, kicsit dárkosabb legyen, pla, 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 és akkor a vége lesz egy képünk. Ez most nagyon csak a nagyzolását, vagy a nagyolását mutatta meg a dolgoknak. Tulajdonképpen, tehát amikor én Photoshopot előveszek, akkor azoknak az objektumoknak az eltüntetésével, vagy hibáival szoktam, vagy a képnek a hibáival szoktam foglalkozni, ami nekem szemet szúró. Valószínűleg a megrendelőnek nem. Tehát hozzáteszem azt, hogy rengetegszer azért hozom olyan állapotba azt a képet, mert mondjuk, hogyha mit tudom, ez kivándorol mondjuk egy óriás plakátnak, hogy ez nem egyszer fordult elő az életemben, hanem nagyon sokszor, akkor már olyan kész anyagom legyen, ahol amit egyből nagy formátumban oda tudok adni a nyomdának, ki tudják nyomni, és nem kell vele utólag pepecselnem, meg ilyesmi. Tehát, hogy igenis nekem ott számít, már észreveszem azokat az elemeket, amik nem kellenek nekem. Neked lehet, hogy belefér, nekem nem fér bele. Szóval, visszanézek egy kicsit a képekhez, illetve nem a képekhez, hanem a kommentekhez. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Tartunk egy pici megállást, mert jójóznak a szemeim. Andrea közben itt írja, a helyi javító ecset eszköz, nem összekeverendő a brush nevet viselő eszközzel, Photoshopban. Igen, így van, nekem angolul van, nektek magyarul, teljesen más, igen. De igazad van, Andrea. Oké, a másik torony megfelelő részét át tudod klónozni oda, írta Andrea, igen, meg tudnám tenni a Big Bennél, most egyszerűen csak nagyolok. Tehát egy részletes munka nem ez az 5 vagy 10 perc, amit én megmutatok, hogy 5 perc inkább csak. Na hát egész pofás lett ez a kép, lehetne még vele játszani, stb. Tényleg egyébként még nagyon sok minden editálás belefér ebbe a dologba. Jó, na a fő téma most jön, hogyha valaki elaludt, akkor az ébredjen föl, vagy adjátok tovább a hírt, hogy itt vagyunk és még nyomjuk. 9 óra van, remélem, hogy Zsolt még kitartasz, lesz még egy körülbelül fél órányi gondolat. Super, menjünk. Menjünk. Ó, köszönöm szépen, Zsolt. Köszönöm a Fotokliknek a támogatás, hogy ezt az egészet így alámgurította. Úgyhogy megköszönöm a türelmet. De mit látjátok, azért sok időt el lehet tölteni editálásra, és most gondoljátok el, amikor egy hatalmas anyagotok van, és azt kell végigeditálni, azért kihullik a hajatok, mire a végére értek, de egyébként nekem is Tibornak, akit említettem, alias Cut fotografival volt tavalyi évben Budapesten egy kétnapos workshopunk, ahol pont a kötegelt a munkavégzésről szólt, tehát az, hogy tudnak a fotósok minél több időt megspórolni az editálásnál. Nem kizárt, hogy a jövőben fogunk még ilyet tartani. Persze legyünk túl ezen, hogy egyáltalán repülőre tudjunk szállni. Van nekem itt még képem, nagyon gyorsan a történetéről, ugye portrét azért próbáltam így hozni nektek.
Ugyanúgy ezt részben Lightroom-ban és részben Silver Effects-ben editáltam. A történet annyi volt, hogy én ugye fotós túrákat tartok Máltán, és általában a csoport mindig akkor vérzett el, amikor azt mondtam nekik, hogy bementünk Valettába, ugye az itt a főváros, és azt mondtam, hogy na akkor lőjétek nekem portrékat. És abban a pillanatban, ugye akár kezdő fotós palánta, vagy akár már egy picit jobban benne vagy a dologban, akkor jönnek ilyen megfagyások, hogy hát de hogy. Szóval nehezen van meg a, tehát nehezen lépi át a küszöbét, ezt a küszöbet a fotós, hogy hogyan tud úgy portrét készíteni, hogy vagy nem látják, itt ebben az esetben engem nem láttak, tehát egy 7200-as optikával szépen messziről nekem meg volt a téma, vagy közelmész, és hogy kommunikálod le az illető felé. És itt a fotóstúra során azt mondtam, hogy lőjetek egy portrét, és majd ezt mutassátok be nekem. Gyakorlatilag senki nem lőtt egy darab portrése, én meg bemutattam négyet. Tehát teljesen más bátorságok kellenek az ilyen dolgokhoz, de ez egy másik téma. Csak elmondtam a hátterét. Az úriember ugye látszik, hogy fekete bőrűként ő erősen kétkezi munkásként keresi a kenyerét, és egy lépcsőn ülve falatoztak a kollégáival, de miután elég messze voltam, én úgy éreztem, hogy nagyon jól mutat rajta a munkavégzésnek ez a meszelési piszok. Tehát maga a black and white, az nekem ott abszolút így bekattant. És tudtam, hogy ebből valószínűleg egy jó képet fog tudni csinálni. Azt hiszem, hogy körülbelül 3 képet előttem sorozatba, abból ez volt az, ami így nagyjából használható volt, de nagyon sok editálást vonzott magával. A végeredményt, hogyha megnézitek, akkor szerintem jobban egyértelműsíti a dolgokat. Ugye levágtam minden felesleges dolgot a képről, csak magát őt helyeztem középpontba természetesen, illetőleg a Silver Effects-ben a meghatározott kontrollpontokkal módosítottam az adott területeket. Én úgy gondolom, hogy itt a fehér, illetve a fekete az egy nagyon-nagyon-nagyon picit ugye a magasabb dinamika tartomány felé elment, de mégis inkább mélységét lehet érezni itt a feketének. Hogyha esetleg ilyen hülyeségeket kezdenek el beszélgetni, akkor vagy abba hagyom az ivászatot, vagy megpróbálok jobban oda koncentrálni, de így 2 óra után kicsit nehezebb a dolog. Ha megnézitek, akkor itt azért több dolgot észrevehettek. Az egyik az, hogy én viszonylag kis mélységgel lőttem ezt a fotót, tehát viszonylag biztosabb voltam magamba, hogy a szemére rá fogom tudni tenni ezt az élességet. Hál' Istennek ez abszolút sikerült is. Azt hiszem, hogy ez a kép, de nem is kell hinnem. Hát nem, hazudtam. Nem is olyan kicsi a mélységgeleség. 5-6-os lekesz előttem el, tehát a tutira mentem. Na, lebuktam. Na mindegy, a lényeg az az volt, hogy egész addig nem vettem észre a félig nyitott szemét, amíg meg nem nyitottam itthon nagy monitorom. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mennyire hasznos anyagot lőttünk el. Én ezért ilyen minisorozatokkal dolgozok, 2-3 kép azért elmegy, aztán utána maximum megnézem a kis egérmozin a fényképező hátulján, és akkor látom, hogy igen, nekem megvolt az a pillanat, ami kellett, vagy nem ebben a dologban. Tehát itt is a Silver Effect-ben egy keményen megdolgoztam ezt a képet. Nekem nagyjából portré szempontjából ez hozta ki, vagy ez tetszett meg. Van még egy kép, addig gyorsan belenézek, hogy vannak-e kérdések, és van. András azt kérdezi, nagy dinamika a különbségnél, látta már sávosodás, az érzékelő baj? Nem.
Nem érzékelő baj, András. Arra gondolsz, amikor mondjuk akár van egy napfelkelte, vagy bármi, és itt ilyen glóriában megjelennek ezek a sávosodás, vagy ilyesmi. Ez egyszerűen több tényezője lehet ennek a dolognak. Egyrészt kevesebb információt tartalmaz a kép, mint kellene, tehát az simán benne lehet ebbe a dologba. Tehát mondjuk az, hogy mondjuk az kirakod egy JPEG-be, akkor ott már sokkal kevesebb tartalma van, főleg, hogyha annak a JPEG-nek a tömörítése az nagyon nagy, tehát mondjuk rontja ugye a minőségét a JPEG-nek, akkor ez csont nélkül elő fog fordulni. Ilyen esetekben, ez főleg egyébként Facebookon, meg az összes szociális hálós oldalon történik meg, ugyanis te hiába fogod a legjobb minőséget föltölteni. Látom, Andrea írta, hogy van még kérdés, tedd föl, Andrea. Tehát hiába fogod te a legjobb felbontást föltölteni, ő kénytelen a tárhely miatt butítani azt a képet. Ezért az fog történni, hogy ő, amikor lebutítja, akkor ilyen sávosodás fog kialakulni mondjuk egy ilyen olyan képnél, ahol napfelkelte van, tehát nagy tónusbeli különbség van, napfelkelte van, van egy hogy hívek mondjuk egy ilyen peremsötétedés, vinyettálás, ez csont nélkül meg lesz, tehát ez a probléma. Hogyha ezt fel tudnád úgy tölteni mondjuk a Facebookra, egyébként a Facebooknak van egy saját házi szabályzata, aminek keresetek utána, hogy mik azok a felbontások, mik azok a PPI, tehát mik azok a D, vagy DPI számok, amikkel ők szeret dolgozni, vagy mik azok a kiterjesztések, amikkel szeret dolgozni, hogy a lehető legtöbb információ megmaradjon. Egy valamire való fotós, az most már a saját weblapján, például nálam is legalább 2048-as felbontás, tehát szélességében 2048-as felbontások képet rak ki, a lehető legjobb minőségben, és hogyha ezt a webhosting, illetve az az oldal, amit használsz, ezt megengedi, hogy kirakja, és ennek még ráadásul viszonylag gyorsan be is olvassa neked, akkor cool. Akkor nagyon jó. De ezt az összes szociális oldal, ezt azt elfelejtheted. Tehát az, hogy ezek a fajta minőségek így meglegyenek. Egyébként nagyjából, ha jól utána olvastam, akkor Facebooknál én a 2048-at használom szélességnek, DPI-be, ami kijön, tehát nagyjából ez a 240 DPI, ez oké. Okay. És egyébként azt mondják, hogy a lehető legjobb minőség akkor köszön neked vissza, a lehető legkevesebb romlással, például a .png, tehát a PNG fájlok, valamiért ezeket jobban kultiválja a Facebook, de hát Facebook. Tehát mit várunk, több trilliárd petabájtnyi adat megy ki oda, nyilván nekik gazdálkodni kell ezzel a dolog, a végletekig ez nem tud menni. Úgyhogy András, remélem, hogy megválaszoltam a kérdést, sajnos ez egy nagyon létező probléma. Azt mondja, hogy Andrea közben azért, igen, az utolsó komment nekem valamiért nem jelenik meg, igen, le kell frissítenem itt a dolgokat, meg én előrébb járok egy olyan sok másodperc, nem tudom, Zsolt meg tudja mondani, hogy hány másodperccel járok előttetek. Úgyhogy jó, nézem, hogy esetleg közben jött a kérdés. Jó, nem jött kérdés, akkor megyünk tovább. Megyünk tovább. Itt megint egy olyan példát hoznék föl. Azt hiszem, hogy Andreánál volt, hogy én mire használom a Photoshopot. Van egy ilyen képem. Ha ezt így most, nem tudom, gyorsan megnézem, hogy egyébként izébe vagyunk-e. Lightroom-ba vagyunk? Lightroom-ba vagyunk, jó. Oké, és... Tehát ez egy flat kép, ez jött ki a fényképezőmből, itt lefele ment már a nap, tehát viszonylag kevés fényem volt, de azért látszik, hogy a zársebességben azért nem volt egy rossz történet. Sajnos izóban, tehát a érzékenységben eléggé fölélődtem ezt a dolgot, ezt azért nem annyira szeretem,
Már nem is emlékszem, hogy ezt milyen géppel csináltam, mindjárt kiderül. Hát, ja, azt így nem fogom látni, de valószínűleg ezt már 6 D-vel csinálhattam. Mindegy, az ISO 800-nak, hogyha ha nem muszáj, én nem szeretek ISO-ban nagyon fölfele menni, de van, amikor kell. De a lényeg, ugye van egy flat képünk, nekem volt egy pillanatom. A pillanat az pedig az volt, hogy oda néztem, megláttam ezt az öreg bácsit, aki a hídon támasztotta, ez egyiket egy török bácsi, mert Isztambulba készült a kép, ott támasztotta a korlátot, nekem már maga ez a lezser beállás, ez így nagyon megtetszett, úgyhogy amikor odafordultam, akkor ugye exponáltam is, nem néztem az utóbbi beállításokat, tehát egyébként sokan kérdezték tőlem azt is, hogy én fotózáskor milyen beállításokkal dolgozom, úgy alapjában véve, mert hogy aki fotós, az biztos manuálban fotózik. Bocsánat, muszáj voltam inni. Hát, ha manuálba fotóznál, mondjuk főleg eseményeket, mondjuk egy esküvőt vagy ilyesmi, akkor valószínűleg lemaradnál minden egyes témáról, mert nem lennél biztos abban, hogy mi a jó Istent exponáltál te oda. És éppen ezért én rekesz prioritás, tehát ez az AV beállítást szoktam használni, ugyanis nekem ami a lényeg, hogy a témáknál vissza tudjam adni a mélységélességet, vagy éppen elvenni belőle, tehát hogy magát a témát jobban kiemelni, ugye kis mélységélességű fotózás, mondjuk az F2.8, F3.2, vagy pedig meg akarok mutatni mindent, például tájképnél, akkor mint a F8 meg a végtelen, tehát ami belefér. Ugyanis, hogyha ebbe fotózol, és ott csak az alul és a fölül exponálásra szánsz időt beállítani, és szánsz idő, ez ilyen ezred másodperc neked a kezednél. Jó, nem ezred, tized másodperc. Tehát az, hogy be tud állítani ezeket a dolgokat, tehát gyakorlatilag én akkor tudom, hogy fölé exponálom, vagy alá exponálom, annak függvényében, hogy most éppen milyen háttér van, vagy egyszerűen csak előttem, mint most, mert kellett a pillanat. De hát róba vagyunk, tehát ebből tudunk azért dolgozni. És akkor itt van utána az, hogy én nem feltétlen láttam a lezser beálláson kívül, hogy mi történik az ő kezével, vagy mi van az ő arcával, vagy ilyesmi. Rögtön, ami nekem szembe szúrt, hogy hát, amit beszívtam, az lesz egy horgászbot. Ha valaki járt a Galata hídon Isztambulba, akkor tudja, hogy általában 400 darab ember horgászik ott, tehát hogy biztos lesz benne, hogy valamelyik képeden lesz horgászbot. Hát én nagyon nem örültem neki, hogy ez itt volt, de azt mondtam, hogy jó, akkor ezt majd megoldjuk. Ugorjunk át a képre, a kész képre, itt a kész kép. A következők történtek, kiugrott belőle, ahogy hívják, a horgászbot, nem kell nekünk, egy kicsit szűkebbre vágtam a dolgokat, ugye nyilván a tónusokon dolgoztunk, a árnyékokon húztunk rajta, a blacken húztunk annyit, hogy visszamenjen, tehát hogy egy jó kontraszt tónusos kép legyen ebből, és egyből jöttek az információk az emberünkről. Például itt van rózsafüzér, amit ott morzsolgatott a kezébe. Ugye azért viszonylag vallásos népség, van különböző református biztos, hogy nem láttam ott, de katolikus biztos, meg egyéb vallások vannak ugye Törökországban. Tehát nekem már eleve az, hogy egy rózsafüzér ott volt, az, hogy megjegyezt, mondom, szuper, nagyon jó. És hogyha jobban megnézitek az arcát, ahol szintén ugye dolgoztam Silver Effects-be, akkor azt láthatjátok, hogy hát félszemű a bácsi. És ezt én nem láttam ott a keresőben. Úgyhogy ilyen nagyon kis nice információk nyernek teret, amikor editálgat az ember. Épp ezért azt mondom, hogy ha egy témáról van több képed, akkor eszedbe ne jusson egyből törölni. Nézd meg azt. Hosszabban akartam ezt elmondani, mert már csomó mindenről beszéltünk, ugye editálásból, tehát hogy Photoshopba kiveszem, a háttérből kiveszem a horgászbotot, meg ilyesmit. Tényleg elérkeztünk a
a végéhez, az pedig egy olyan projekt lesz. Volt egy megrendelőm Magyarországon, ugye én elköltöztem, tehát így most kicsit az is van vizem, igen, Andra, iszok azt is. Na, szóval, tehát Magyarországról én most elvesztettem a megrendelőimet, nyilván, mert elköltöztem, tehát fizikálisan nem tudok ott lenni Budapesten, de viszont ez az ügynökség eléggé érdekes helyzetekbe dobált engem bele folyamatosan, és volt egy olyan, rá is térek itt, volt egy olyan, ez egy sima eseményfotózás volt, az egyik magyarországi cég az alkalmazottainak kibérelte a Krakentown nevezetű sörözőt egyébként, ami Budapesten található, egy az egybe kibérelte, azért, mert hogy ők egy ilyen úgynevezett ilyen Gatsby partit tartottak. Ugye ilyen Gatsby stílus, tehát hogy ez a 20-as, 30-as évek Amerikája, ez volt a fő szempont, hogy mindenki így öltözön, stb. Ez nyilván az ügynökség segítséget nyújtotta a munkavállalóknak, tehát ők szereztek be csomó mindent, és mondták, hogy ott kellene egy pár fényképet csinálni, és hogy ennyi. Nem volt nagy, tehát nem volt követelmény, tehát nem mondták azt, hogy hogy most azt mondták meg, hogy nagyjából kiket érdemes fotózni, meg mit tudom én, de az, hogy emberanyagból, meg témából, hogy fotózott ki, az teljesen rád volt bízva, és mondtam, hogy ha már egy ilyen Gatsby stílusba belementünk, akkor én szeretnék egy olyan anyagot átadni az ügyfélnek, pontosabban az ügynökségnek, ezáltal az ügyfélnek és az ügyfélnek a munkavállalóinak, ami emlékezetes marad. Mert hogy ugye amikor én oda mentem, akkor láttam, hogy egyrészt a Krakentown, arról tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon ízlésesen ilyen ipari forradalmi időket megidéző belsővel rendelkező hely, és nagyjából ez a steampunk stílus jellemzi. Nem nagyjából, teljes egészében ez jellemzi, és ez nekem baromira bejött, és amikor mondták, hogy hát itt lesz, és Gatsby party lesz, akkor már azért fejemben volt a gondolatok. Oké, oda kerülsz, megcsináld a képanyagokat. Amik sikerülnek úgy, ahogy, azt azért tudni kell, hogy ilyenkor tehát világításod, stb., hát ez semmi. Tehát, mint hogyha beleni dob vagy nem tudom, az üregbe, a sötét üregbe, és akkor kezdje valamit a fényképeződdel, úgyhogy nyilván ez fotográfiailag is ez egy kicsit nehezebb eset volt, tehát igyekeztem ezzel. Majd látok képeket belőle, majd, és akkor látjátok, hogy mi lett a végeredmény. Na most, egy Sigma 50-es 1.4-es fényerői optikával dolgoztam, nagyjából ilyen 2 és 2.8-es rekesz között tudtam használni, hogy legyen még záridőm meg fényem. Látjátok, hogy ISO 3200, tehát elég magas értékkel dolgoztam, és itt például látjátok, hogy 1/80 volt a zársebességem, ami nagyjából az 50 mm-nél ez egy teljesen, mondjuk azt, hogy bemozdulásmentes történet tud lenni. Nyilván én instruáltam az alajt. Tehát ebben az esetben nyilván voltak eseményfotók, meg ilyesmi, abból is láttok majd, de itt én instruáltam a dolgot, én mondtam meg, hogy mi legyen a képen, hogy működjön. És szerencsére ez a kedves, szimpatikus szőke hölgyemény, ez benne is volt így a dolgban, mint egy csomó máson. Tehát ők is tulajdonképpen a kezem alá dolgoztak, hogyha így mondhatom. Itt is ugye gyakorlatilag, hogyha bepipáljuk ugye a kromatikus aberrációt, az a profil correction-t, akkor egy minimális korrekciót tudott tenni, de hát nyilván ez így kevés volt. Tehát nekem amivel játszanom kellett, az ugye az, hogy legyen rajta elég fény, visszajöjjenek a háttérinformációk, és akkor úgy tűnik sorolhatnám azt, hogy az élesség az mit tudom, hogy legyen egy kicsit több, a zajszűrésünk az legyen bekapcsolva, és legyen kicsit brutálisabb mértékű, így tegyük itt a lupénál ugyanúgy látható, tehát az, hogy mennyit
mennyit, bocsánat, rosszat nyomogatok, mennyit szűrjön a dolog. Mindegy, ez nem untatlak titeket, itt a beállítás, akkor valamit létrehoztam, tehát teljesen mindegy, hogy melyiket. Majd utána dolgoztam két programmal. És akkor mutatom a végeredményt. Lett nekünk egy ilyen végeredményünk. Kirakom így nagyba, hogy lássátok. Mi volt ez nekem ez a két lépés, amivel én dolgoztam? Az egyik lépés, az nyilván az volt, hogy áttettem fekete-fehérbe, Silver Effects-be átraktam a képet, és egy bizonyos szintig megdolgoztam. A másik pedig az volt, hogy ugyanúgy a Nik Collection-ből én választottam egy olyan programot, most egy lépésben mutatok meg mindent, hajt átteszem, tehát editálások listájából kiválasztom, a mindjárt kitalálom, az Analog FX Pro 2-t. Ugye ez is egy plugin, itt is megkérdez a szokásos kérdéseket, puf, nem baj, oké, rak ki, és meglátom, hogy nálam kinyitja-e. Kis türelmet kérek, mert nyitogatja. Közben Zsoltnak mondom, hogy azért igyekszem a végére járni most már tényleg a dolognak. Azt mondja, hogy megnyitotta nekem valahol. Semmi gond, a kemény mag még itt van. Hogy? A kemény mag még itt van, 10 ember követte. Jó, hát nem baj. Hát most figyelj, aki elmegy csicsikálni, majd megnézi esetleg izébe. Máskor, persze. Máskor, persze. Analog FX megjött. Kicsit lassabban rakja ki nekem az élőképet, úgyhogy sorry. Na igen, és akkor előjön az, hogy ahogy én a Silver FX-re már megdolgoztam volna ezt a képet, akkor nem ilyen színben adja vissza. Tehát most egy nagyon undorító módon én a szaturációt itt lehúzom, de hát látjuk, hogy nem sokat nyertem ezzel a dologgal. Tehát, hogy elnézést kerék mindenkitől, nagyon gyorsan törlöm, illetve cancel-t nyomok erre a dologra. Mindjárt vissza is kerülök a... Nem kerülök vissza, ezzel csak időt veszitek, hanem fogom ezt a képet, és átteszem... Silver FX-be, mindjárt azt megnyitom nektek. Mindjárt nyitogatjuk a dolgokat, igen. Jó. Jó. Na, azt mondja, Silver FX-be visszakerültünk, tök jó. Na most látjátok a képet. A Silver FX-be bekerült. Mondjuk azt, hogy választok egy ezen belül egy presetet, legyen ez. Azt mondom, hogy a struktúrát egy kicsit növeljük a kontrasztot. Nagyjából így meghagyom a highlightból. Picit lehúzunk, ugye itt hátul látszódjanak a fénycsovák. Oké, megvan a képünk, szuper. Én ezt fogom is elmentem. Ezáltal visszakerül a kép a Lightroom-ba. Ugye a Lightroom-ba kaptunk egy TIFF-fájlt. Ugyanis fekete-fehérben, ezt utána edit in, tehát hogy editálásba tovább küldöd, átküldöd az Analog FX Pro-ba. Oké, okay. Ott is meghagytam, hogy ugyanúgy a TIFF file maradjon, bla 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 bla. Szépen átugrunk együtt a... Azt mondja, hogy...
screen, analog FX. Oké, elvileg most már látjátok az analog FX-be a képet, ami egyébként fekete-fehérbe érkezett ide be. Én a következőt játszottam el vele. Tehát nagyon sokat gondolkodtam így a képen. Oké, van egy fekete-fehér kép. Az volt az én fejemben a gondolat, hogy szeretném, hogyha ha egy ilyen 1920-30-as éveknek megfelelő hangulatot árasztana a kép, és gondolkodtam, hogy Photoshop Action, ki is próbáltam egy párat, de nem tetszett, meg nem tudtam úgy használni, stb. Aztán eszembe jutott nekem, itt van az Analog FX Pro, mi lenne, hogyha ezzel editálnám a képeket, és rájöttem, hogy igen, ez lesz a jó megoldás. Ugyanis ebbe, itt az Analog FX-nek az a lényege, hogy ha itt bekattintotok az alapmenüjébe, akkor azzal találkoztok, hogy klasszikus kameraképekkel, tehát presetekkel, black and white, Colorcast, Motion, Wetplay, tehát ez a nedves eljárástól kezdve a dupla expozícióig, a toy kameráig, tehát a játékkamerákon, a vintage kamerákon át, minden benne van. Minden benne van, mindennek van 1 milliárd alapja, amivel tudtok dolgozni, és ha jól emlékszem, akkor én Wetplay-be átdobtam ezt a képet, és ezeket az effekteket, amiket a Wetplay-es plugin biztosít, én ezeket használtam a képeknek az editorálásába, tehát a szerkesztésébe, de hozzáteszem, hogy rohadtul nem az történt, hogy egyenként én végigjátszottam ezeket, hanem csináltam egy workflow-t, felépítettem, megcsináltam a fekete-fehér képeket, és a fekete-fehér képeket is azt úgy csináltam meg, hogy egybe kezeltem a fájlokat, és utána itt az analóg effektből is egybe kezeltem a fájlokkal, azt egy pár másodperc erejéig majd azzal kitérek, hogy hogyan lehet így kötegelten dolgozni. És utána gyakorlatilag itt láthatjátok a különböző hogyhívákokat, fénykép, kopás, emulálásokat, stb. Mindent át tudtok vinni ide a képekre. Tehát tulajdonképpen én létrehoztam egy stílust ezen belül, és utána mentem tovább a következő képre, ugyanezt átkopiztam, ha egy kicsit nem jól mutatott, egy picit mást állítottam be neki, és így gyakorlatilag, itt megvárom, amíg ez itt áttolja, látjátok, hogy teljesen más lesz a képnek a struktúrája, és azt mondom, hogy ez így jó, mondjuk, elmentettem, jó, visszatérünk, hogy hívják be, ezt elmentett, akkor visszatérünk Lightroom-ba. Oké, elvileg visszatértünk Lightroom-ba, Zsolt, kérlek, erősítsd meg. És igen, itt, itt láthatjátok a módosításokat, hogy igen, ez megjelent a képen, tehát ez teljesen rád van bízva, játszatok vele. Tök jó dolgokat lehet kihozni, és ennek eredményeképpen ugye jött létre nekem az alábbiak közül ez a például a sorozat. Tehát itt kirakom nagyba. Zsolt, kérlek mondd meg, hogy ezt nagyba kijátsza egyébként a program? Tehát ha én most full... Nem tökéletes, de látszik. Belerakja az alsó csíkot, meg az oldalsókat is. Jó, akkor maradjunk ebbe. Tehát tulajdonképpen ők megkapták ezeket a végső verziókat. Ha megnézitek, ugye itt 20-as, 30-as évekről van szó, én is próbáltam visszaadni ezt a hatást, megpróbáltam úgy visszaadni, hogy akkor még a fekete-fehér fotográfia tökéletlenségével, a megvilágítási problémákkal, stb. Úgyhogy akár egy táncos jelenetek, és hogyha megnézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy igen, minthogyha ott lettünk volna 1920-ban. Tehát tulajdonképpen az ügyfél egy olyan anyagot kapott meg, amit én azért jóval túl gondoltam volna, mint amit ők elvártak volna.
Én azt gondolom, hogy ezekkel a képekkel zárjuk is ezt a mai előadást, ami hát rekord 2,5 órába belehajlott. Aki végignézte, annak respekt, abszolút. Aki csak holnap után fogja végignézni, annak is türelemmel. Szerintem próbáltam egy olyan képet átadni, vagy egy olyan megoldási halmazt átadni, ami használható. Nagyon tömény, nagyon sok a felfedezni valótok, de arra biztatnálak titeket, hogy gyakoroljatok sokat. A Zsolt, illetve én is ki fogjuk tenni a linket, ahonnan a Nix szoftverét teljesen legálisan le tudjátok tölteni, illetve fel tudjátok telepíteni. Megosztottam már. Köszönöm szépen, Zsolt. Ahogy mondtam, választhatsz, hogy Photoshop alá rakod, vagy Lightroom alá, vagy mindkettő alá rárakod. Ez keretszoftver, tehát bármikor ide-oda tudod dobálni a képeket. Tehát a Lightroom át tudod Photoshop-ba tudod rakni, hogy hívják be, Silver Effects-be, rengeteg verzió van. Nagyjából egy betekintést próbáltam nektek adni, úgyhogy a fekete-fehér fotográfiát megpróbáltam közelebb hozni hozzátok. Mint ahogy elmondtam nektek, a fekete-fehér fotográfia nem minden témánál tud működni, úgyhogy nem érdemes abba gondolkodni, hogy akkor most elmegyek, és akkor csak fekete-fehérbe fotózok, mert nem biztos, hogy az agyad azt még tudja, hogy tudja-e az agyad azt, hogy az egy olyan téma lesz, ami fekete-fehérben jól tud-e működni, vagy nem. Egyébként meg a robofotózott tök mindegy, még ha fekete-fehérbe, akkor is színesbe kapod meg. Tehát, hogyha az inkább színesbe tették, akkor azzal tudsz dolgozni. Ha fekete-fehér, akkor a fekete-fehér gondolatvilágot tudod úgy továbbvinni, hogy szárnyal a fantáziád. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, velem tartottatok. Köszönöm a kitartó figyelmet. Hát a következő megoldásban, a következő élőadásban nem tudom, hogy mi az, ami jöhetne. Elfogadok nyilván tanácsokat, úgyhogy írjatok, akár nálam a Gregor Iron fotografi oldalamon nyugodtan jöhetnek gondolatok, vagy akár a fotoklikken, és azért tegyük hozzá azt, hogy a fotoklik az egy nagyon jó alap arra, hogy akár a keresőbe a beütitek, hogy fekete-fehér, vagy fekete-fehér fotográfia, vagy bármi, vagy csak szétnéztek az oldalon, mert egy nagyon jó gyűjtő oldal. Nagyon sokat tudtok tanulni a fekete-fehér konverziókról, a fekete-fehér agymenésekről, tehát egyáltalán, hogy mutathat jól fekete-fehér, vagy mi volt, mindennel tudtok találkozni a fotoklik oldalán. Úgyhogy nagyon ajánlom, kövessétek a fotoklikket, kövessetek engem a Gregor Iron fotografin. Szép estét kívánok nektek. Maradjatok otthon, és maradjatok biztonságban. Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet, én is elköszönök innen a háttérből. Van egy titkos fegyverünk, amivel csúgni tudok a Gergőnek. Úgy tűnt, mintha beszélgettünk volna, de ezt csak ti nem hallhattátok, legalábbis ez volt az én szándékom. Ezzel csak őt biztosítottam, hogy minden rendben van a háttérből. Köszönjük szépen, a felvétel az a Facebookon hamarosan megnézhető, a fotoklikken is, ott egy picit többet kell várni, de ott az nagyobb felbontásban van. Jó éjszakát kívánok, és járjatok vissza a fotoklikre. Sziasztok!